Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Fika Analízis nevű műsorunk második része, avagy röviden a Fika. Lehet nevetni. Itt van velem nagyra becsült kollégám, mint mindig, Retrotom. Aki próbál mindig itt lenni. És mai vendégünk nem más, mint a híres neves Knight. Szevasztok! És ilyenkor mindig azt kell mondanom, már nem emlékszem Gravingesben mit mondtam, de hogy ez egy hatalmas megtiszteltetés szembe találkozni egyik legnagyobb Bruni íróval. Az egyik legrégivel, legrégebbivel. Pontosan. Köszönöm szépen, de nem, mert az enyém a megtiszteltetés, hogy meghívtatok egyáltalán, meg hogy ilyen hülyeségeket beszéltek. És az meg pláne, hogy el tudtátok mondani rögés nélkül a szöveget. De most ez a tényleg nem tudom, hogy te ezt így, hogy éled meg, tehát hogy te hobbiból írtál egy valamit, és akkor ezt emberek így elolvassák, vagy nem. Tehát én tényleg úgy voltam, egyébként most nem a mostani alanyunkra gondolok, még nem lövöm le, hogy melyik fikről van szó, de például egy másik írománnyal, a Szilánki Szénacéllal volt. Hát azt már tudjuk, hogy nem arról van szó. Igen, azt már tudjuk, hogy nem arról van szó. Tehát az, amikor elolvastam, tehát az egy ilyen annyira grandiózus dolog, tényleg ez a, lehet, hogy rossz könyveket olvastam, vagy mit tudom én, de hogy ritkán ütötték meg olyan könyvek azt a szintet, amiért én pénzt fizettem. Ez tényleg így van. Jó, és mi is volt a kérdésnek az eleje? Várja. Azt mondod, hogy még ne lőjük le, hogy melyik, de úgyis ki lesz írva a címbe. A könyvolvasásodról meg ne beszéljünk, mert a Trónok harcába kétszer kezdtél vele, ami a világ egyik legjobb könyve, és nem bírtad elolvasni. Szubjektív. Aztán, egyébként visszatérve arra, hogy mi is volt a kérdés, hogy te hogy éled ezt meg? Ja, igen. Hát, nem küldétek hát a kérdéseket, úgyhogy nem készültem. Jó, most valamit kivágok hasból, nem tudom. Én nem érzem azt, hogy ez bármi különös lenne. Egynek azért, mert most ugye ti nem látjátok a nézettségi statisztikáit annak, amit írok, de én látom és tudom, hogy van 50 ember, aki elolvassa. Uh-huh. És azért jó, mondjuk van Brónikból, mert nem tudom én mennyi található Magyarországon, akik a blogon meg a fórumon előfordulnak. És általán tipjük lehet erről, de mennyi? 5-600-700 ezer? Az úgy körülbelül. Cirka 500-at ennél. Én is valahogy úgy. Ja, igen. De azt minden esetre én marhára örülök annak, hogyha bárkinek is tetszik az, amit csinálok. Nem gondolom, hogy egyébként egy nagy szám lenne. Ahhoz képest meg pláne nem, amit olyan írók írnak, amiket én szeretek olvasni, és ahhoz képest sem, amilyenre szerettem volna, hogy sikerüljenek, az ahhoz képest főleg ez a mostani, meg hát ugye az elsők, amiket összesikerült pakolnom, azok, mit mondjak? Ahhoz képest, hogy én mennyi tapasztalattal írtam őket, az képest kurva jók voltak a visszajelzések, mert mindenki örült neki. Jaj, de jó, fasza, ilyet! Sose olvastam, jól gondolkozok magamban, hogy sose olvasod. Hát, de hát mit tudom én, valami irodalomórán meg valahol csak a kezébe nyomtak egy könyvet, vagy mi Garfield képregényeken nevelkedett, hogy erre azt mondja, hogy ennél nincs feljebb művészet? Vagy most micsoda? Szóval... Tényleg, marhára örülök neki, meg ez nagy megtiszteltetés nekem, hogy bárki ezt mondja, hogy neki ez tetszik. És egyébként ez tartja bennem is a lelket, hogy hülye gyerek, tudod, leül írni valamit, büdös életemben nem írtam soha töttörő billentyűzeten, és akkor másodikra sikerül egy olyat, hogy azt mondják, mit tudom én, kidobtam a prodógust, gyerekek írják, hogy ez tök jó, folytasd. Írom az első fejezetet, ez kurva jó, írjad még. És de egyébként, most nem tudom, mindegy, maximum kivágjátok, de hát a Graving az úgy ír, hogy ő megírja egybe az egész fiket, az puff, nesztek, felrakta az egészet a netre, hogy olvassátok el. Na ezt én így nem bírtam volna megírni, az ünnepeket. Ez tipikusan olyan volt, hogy írjunk valamit, kipakolom, és aztán tudod, így be, nyakat behúzva, sűnyültam ott körülbelül a monitor előtt, hogy mi lesz most vajon a szólás? Érdemes vele foglalkozni, vagy nem? De mindenkinek tetszett. Jó, következő fejezet megint. Ugyanez megint mindenkinek tetszett. És ez így lett gyakorlatilag megírva, így született meg az egész. És
ha erre ne adja a Jóisten, az történt volna az ünnepekkel, hogy mit tudom én, ment volna a nagy válvonogatás, meg a ha, jó van, ez is egy írás, vagy valami, akkor lehet, hogy már nem írtam volna többet utána a másodiknak, meg harmadiknak, meg satöbbiknek. Pláne nem ilyen ilyet, hogy beleül az ember egy fél évet abba, hogy ír, és akkor kiesik belőle 200 oldal, hát ilyet megcsinálni anélkül, hogy a monitornak a másik oldalán ne olvassa el valaki, és ne adjon visszajelzést, azt én nem tudnám megcsinálni. Úgyhogy tényleg köszi mindenkinek, aki elolvasta, és pláne azoknak, akik visszajeleztek. Igen. Az brutális. Egyébként tényleg ez én is hasonlóképpen állok hozzá, tehát ugye én is próbálok itt-ott tevékenykedni, meg stb. És ez a tényleg ez hagyja az embert, ha már a pénz úgyse, tehát akkor ez hagyja az embert ugye másoknak a visszajelzése, és sokszor úgy vagyok vele, hogy még egy ilyen sablon köszi meg, hogy így tovább, az is nagyon sokat tud jelenteni. Abszolút, de és miután ezt, hogy mondjam, saját bőröm én legalábbis nagyon átlátom, ezért van az, hogy bárki pakol ki fiket fórumra, blogra, valahová. Én általában igyekszem olvasni. Angol fikeket nem olvasok, mert egynek azért, mert rettenetesen marhasok van belőle. Kettőnek azért, mert a 90% olvashatatlan. Vagy nem, 99% olvashatatlan. És azt az 1%-ot meg nehéz kiválogatni belőle, amelyik olvasható. De a magyarokat igyekszem olvasni, csak azért, hogy annyit tudjak mondani az írónak, hogy ez tök jó volt, írjál még, vagy ezt még egy picit reszelhetnéd, de mindenképpen írjál még, mert érdemes vele foglalkoznod, mert én tudom, hogy én ezt megkaptam, és ez kurva sokat számít. És gondolom pontosan ez hajtott akkor is, amikor annó Flanki felvetette, hogy Scriptorium megint, mert ugye zsűritag vagy. Ja, igen. De hát ugye a zsűritag, hát az csak annyi, hogy mi írunk mindenféle, vagyis ha mondjuk úgy, hogy nekünk kötelező írni kritikát, minden beérkezett. Jó, de valami csodáról. Menjünk viszonylag sorrendbe, kérdések terén. Jó? Egy kicsit el vagyunk alantozva. Na mint, hát mindenkinél itt is ez lenne így az ilyen indító kérdés, hogy hogyan kerültél bele ebbe az egész pónis mizériába? Ja, de ezt csak addig tudjátok feltenni, amíg minden szerzőnek az első. Ez egyértelmű. mit mondjak? Én elég régóta benne vagyok, azt ugye sejtitek. Ez, mint az kiderült, 2010 végén volt. De ha valaki nagyon akarja, akkor megnézheti az epizód listában, mert azt hiszem, hogy a Parasprite-os volt a legelső rész, amit úgy néztem, hogy vártam, hogy na, jön a hétvége, jönnek a pónik, nézzük egy részt, és akkor voltak a Parasprite-ok. És utána meg jött a Winter Wrap-up, ha minden igaz. És az micsoda egy őrület volt, gondolj bele, amikor azért Winter Wrap-up elsőnek lement élőbe. Igen. A tévébe. Azért az egy keményen kurva jó rész, nem? Az biztos, amikor felcsendül maga a dal, és az ember meg már... Így van, és aztán eltelt egy nap, és a YouTube-on hallottad a feldolgozásait, már mit tudom én, hármat, és aztán egy hét múlva meg már volt 50 vagy 60, és mind rajta volt a minyom perc. Na, de mindegy, nem így kezdődött. Úgy kezdődött, hogy nem tudom. Szörföztem az interneten. Ugye, mit csinál az ember? YouTube-on kattingat az idióta a videó ajánlásokra. Igen. És azt ugye tudni kell, hogy a YouTube-on bármelyik videótól legfeljebb 2 kattintásnyira van. A YouTube-nak a sötét oldala, az ilyen YouTube poopok, ezek az elvetemült videók, igen, a macskás videók, a anime összevágott videók, a mit tudom én micsodák, szóval bármit meg lehet találni a sötét oldalon, és ugye meg hát a Garry's Modból kialakított nem tudom én micsoda animációk. Igen. Szörnyű, na mindegy. És hát ezzel azért be kell lássuk, napokat el lehet baszni, meg el is basztam el napokat konkrétan a YouTube nézegetéssel. És hát ott kezdtek el ezek feltűnődezni, hogy a különböző színes pónik. És hát azt tudni kell egyébként, hogy én viszonylag ilyen animációkkal, meg mesékkel marha régóta foglalkozok, mert én 2003-4 óta nézek animéket kb. És de nagyiparban, tehát ilyen több 200 fölötti darabot láttam abból is, wow, a sorozatot. És aztán ugye valamikor 2006-7-8 körül aztán ez lecsengett, és onnantól kezdve meg voltunk róla győződve többen is ebből a csapatból, hogy nem csinálnak már a japánok jó animéket. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy én szeretem az animációkat. Szeretem ezt a keleties
nagyon letisztult ábrázolási módokat, amik az animékben vannak, meg a mangákban. Meg én egyébként is azt gondolom, hogy a történet, tehát vannak olyan történetek, amiket nem lehet elmondani egy órában, másfél órában, vagy fél órában, ami egy szokásos kerete egy ilyen tévéfilmnek, vagy bárminek, hanem azt megérdemli a maga 13-26 részét egy rendes sorozatban. Azért másik része, hogy a Póniknál ugye tipikusan nem az van, hogy egy a nagy hosszú történet lenne, igen, sajnos hozzá kell tenni, vagy ki tudja mennyire sajnos. Lehet akkor elveszteni a maga kis sármját. Igen, igen. Na, de visszatérve, ennyi kitérő után, ugye YouTube-hoz, és hát színes pónik. Ott ugráltak valamelyik videóba bevágva, és mondom, hogy ezek tisztán olyan, mintha valami mangából előmásztak volna. Jelauren Faust, ő azt mondja, hogy hát nyilván a japánok vették az amcsiktól ezt a stílust, mert a japánok tanultak először a Vardinsztitől rajzolni, aztán az amcsik szerintem meg visszavették a japánoktól, és hogy ki kezdte, azt ma nem menjünk bele, a lényeg az, hogy azért a póniknak tipikusan csibi arányai vannak. Azért igen, a csibi figura arányok, és kurva nagy szemek, és emellett meg szépen volt megrajzolva, és ezekkel nagyon lendületes vonalakkal. Úgyhogy én elsőre azt mondtam, hogy ez egy tök jó rajzfilm, megnézném. De ennél tovább nem is jutottam abban a pillanatban, kattintottam a következő videóra, és le volt szarva. És aztán előbb-utóbb, miután már, hát de ugye ez a fülén folyt ki mindenkinek a pónik, tehát a YouTube-on nem tudtál úgy ajánlókat nézni, hogy legalább egy lett volna benne. Na mindegy, és akkor körülbelül ez ennyiben maradt. És utána meg lógtam a Know Your Meme-en, nem tudom már mit néztem utána valamelyik mémnek, hogy mit tudom én, a Filozoraptor hogy született, vagy vagy a mit tudom én micsoda hogy született. És ott volt a Know Your Meme-nek az alján, megint csak az ajánló, hogy trending My Little Pony, és ott van a Pony. Mondom, nézzük meg, what the fuck is this? És rákatintottam akkor a Pónikra, és ott írták, hogy az egész honnan jött, volt ez a, nem tudom én kicsoda, hogy írt egy cikket arról, valamilyen webes újságban, hogy a mai játékgyártók hogyan próbálják befolyásolni a fiatalokat, meg minél több játék vásárlására ösztönözni őket azáltal, hogy rajzfilmeket csinálnak. És erre speciál pont a My Little Pony volt ugye felhozva, azt nem tudom mennyire ismeritek ezt a sztorit. Nem. Szerintem a Know Your Meme-en azóta is úgy van fent, úgyhogy megnézhetitek. És ugye ezt a forcsánosok megtalálták ezt a cikket, és páran poénból megnézték a My Little Pony-t, amire ez a cikk íródott, és rájöttek, hogy de különben ez kurva jó, tehát a cikknek kurvára nincs igaza, mert az a sorozat tényleg nem erről szól. Az egy dolog, hogy a Hasbro pénzeli őket, meg nyilván a Hasbro annyi pónit próbál meg bármilyen merchandise mögötte eladni, amennyi a csövön kifér, de azt nagyon jól meglátták többen is, hogy ez ennek a rajzfilmnek marhára nem az a lényege, hanem ennek a rajzfilmnek van fasz a története, ez a rajzfilm nem egy bárgyú faszság gyerekeknek, ezt valaki marha jól megrajzolta, megtervezte, világot pakolt mögé, szereplőket pakolt mögé, stb. És azt érdemes nézni. És akkor le voltak így vezetve ezek a cuccok, mondom, most akkor kinek lehet igaza? Döntsd el magadnak, ott volt az első részre egy link, az én a nagyon mémel is. Hát akkor nézzük meg az első részt. Így van. És innentől kezdve ugye gödör, vagy fekete lyuk, hogy nem tudom én minek lehetne ezt jól nevezni. Az első részt, ha megnézed, és ugye eleve ahogy kezdődik, azzal a grafikával meg ugye mondja a történetet, és hogy ilyen világ van mögötte, meg ilyen grafikát pakoltak mögé, és ez még csak egy bevezető volt, és akkor utána meg a Twilight-nak a Canterlot-i kastélya, amikor a Spike-ot felkeni a falra, mert hogy megy azzal az a hülye csomaggal és kivegy a kezéből, akkor ahogy elmegy a háttérben a homokóra és a izé lesz, a Nightmare Mule lesz a szoborból, meg ezek az apróságok, és tudod, így néztem, hogy ez bazd meg, ez kurva jó. De komolyan. És utána vége lett az első résznek, és mi a következő? Hát ugye az a cliffhangerrel ér véget, mint az állat. Mi onnantól kezdve muszáj volt megnézni a következőt. És akkor utána meg már, hát ha van valami jó pofa dolog még utána. Így van, igen. És akkor nézem, hogy ez tényleg egy tök jó rajzfilm, és akkor most már legalább értem, hogy miről szólnak a videók. Na és akkor eltelt utána egy csomó idő, amíg csak ott mászkáltam a neten, meg ilyenek, hogy jó, erre csinálnak zenéket, tök jó, milyen jó zenék vannak hozzá. Szelegettem le az új részeket, amik jöttek ki, a Transpájtos, meg a többiek. Nézegettem a fanártokat, a DeviantArton például. Mondom, ez egy tök jó. De nekem nem esett le odáig az, hogy ezzel ilyen rettenetesen ezres, tízezres, százezres, nem tudom én mekkora
fandom melózik ott mögötte. És nem tudom én, aztán, hogy a filmfictionnel lyukadtam ki, vagy valahol, ahol már tényleg sokan voltam, hogy Zac Westley, a Dailing, vagy valahol. Igen, és akkor igen. Néztem a látogatókat, hogy te baszd, ezt marha sokan szeretik. Igen. Akkor, de mi a fene? Meg hogy egyáltalán van ilyen, hogy Brony, aki ezt szeretne. De mondom, várj, vannak csomóan olyan felnőtt emberek, hogy még ezt fel is vállalják, hogy ők ilyen rajzfilmeket néznek, mondom. De most komolyan azért ehhez, kell egyfajta önbizalom, nem? Hogy kiállja a mások elé és azt mondja, hogy ne arra, hogy én tök jó színes pónis rajzfilmeket nézek. És ez ilyen kurva jó már, nem? És az egy dolog, hogy mindenki fikázza, hogy ám, buzik, stb. Kislányoknak való szar, stb. De mégis milyen faszaság. És akkor néztem, hogy van-e ilyen magyarul. És kiderült, és tényleg nem olyan marha régóta, akkor volt az, nem tudom, egy hónappal azelőtt, hogy a Humbróni Fórum ilyen Google grupos cumóból lett ez, megkapta ezt a rendes mostani fórum felületét. Uh-huh. Azt még Big Macintosé, Big Macintosé-ról mondom, hogy hívták a csávó? Nem, Enormous Macintosé. Enormous Macintosé, az az. Bocsánat, az. Igen. Ők kezdték el, és akkor hát mondom, ez fasza. És akkor regisztráltam én is, aztán onnantól ez a Hood Forever tipikus esete. Igen. Nyilván előbb-utóbb majd ennek a fandomnak is vége lesz, mint ahogy minden más fandomnak is, de egyelőre örülök neki, hogy van ilyen. Meg hogy próbál aktív maradni, meg hát ugye azon felül ugye az emberek, akikkel találkoztál, meg a barátok, akikre szertesz az ember, ugye megmaradnak attól függetlenül, hogy egy fandom véget ér. Viszonylag igen, de tudod, az a baj, most ez nem annyira ide tartozó téma, de én azt vettem észre, már benne voltam 3 vagy 4 olyan fandomban, ami az interneten szerveződik, hogy azért marha nagy távolságok vannak az emberek között, annak ellenére, hogy ott ül veled szembe a monitor, annak a túloldalán. És nehéz az úgy, hogyha úgy megszervezni, hogy nincsen egy összetartó kapocs, hogy most tudom én, ha a pónik megszűnnének, én nem tudom, hogy hány ember tudnék még összeszedni, úgyhogy menjünk el piálni valahová az országnak 4 különböző végéről. Akkor előbb-utóbb mindenki belekezd a másba, mindenki talál magának új haverokat, stb. Ne szóljon belőlem a próféta, de meg én is azt mondom, hogy én legalábbis, hát most úgy mondom, életre szóló barátságokat szereztem a Póniknak köszönhetően, meg az én egész életemet átformálta, de ugyanígy volt az ezelőtti fandommal is, meg az ezelőtti fandommal is, meg az ezelőtti fandommal is, és valahogy az emberek hajlamosak szétszóródni. De rajtam nem újon, én mindig az vagyok minden fandomban, aki utoljára lekapcsolja a villanyszámot. Szóval igen. Én is egyébként ugye próbálok tevékenykedni, stb. És én is így állok hozzá, hogy mondom, amelyik tudom, én húzni fogom. Ja, hát rajtunk nem fog múlni. Az egyszer biztos. És igen, következő kérdés, azt már hallottuk, de még egy másik kérdés, mert ugye egy dolog, ugye mondtad, hogy marha jó, és hogy nézed, meg hogy emberekkel találkozik az ember, de mégis mi az az erő, ami téged alkotásra sugalt? Tehát ami rávett arra, hogy na, én most elkezdek írni. Ezt nem tudom megmondani. Valamiért, de nem tudom megmondani, a maga a sorozat egy nagyon inspiráló valami. És hogy miért, azt nem tudom, hogy ez hogy működik lelki szinten. De tényleg így van vele, nem az ember? Lehet, hogy azért, mert egy olyan jó dolgot nézel, és egy olyan jó dolognak vagy a részese, hogy ebből vagy annyi mindent kapsz tőle, hogy úgy érzed, hogy ebből muszáj adnod, muszáj továbbadnod más embereknek is. Szerintem van egy ilyen dolog az inspirációban, de most erre tényleg nem tudok mit mondani, mert ezen nem gondolkoztam el én sem, meg kettőnek meg most megfogni azt, hogy mi a pücs az inspiráció. De azt gondolom, hogy nem egy ilyen mi köreinkben eldöntendő dolog, hanem filozófia tanszéken majd az ELTE-n megbeszélik, de az biztos, hogy ha meglátsz valamit, ami tényleg úgy megfogja az agyadat, és így mozgatja, és akkor kitalálsz magadnak történeteket belőle, hogy vajon mi történne, hogyha ez lenne, vagy mi történne, hogyha az lenne, és akkor te olvasol egy jó könyvet, ugyanez van, vagy megnézel egy jó filmet, vagy bármi, pláne, hogyha nincs vége, hogy mi lehet még a szereplőkkel, mi történne azután, stb. Most a Póliknál marhára adott az, hogy egy marha jó világ van mögötte, ami annyira nem szembetűnő, meg hát pláne mostani évadokban igyekeznek is elbaszni minél jobban. De egy marha jó világot pakoltak mögé, amiben sok ilyen
ilyen nem fekete folt, hanem ilyen homályos zónák vannak, ahová bele lehet képzelni dolgokat. Így lehet tovább egészítgetni, hogy mi történne, ha, stb. Igen. Szerintem ez az alapja annak, hogy jó sztorikat lehet ráírni, de ez csak ugye az írós része, amit én valamennyire átlátok egyfelől, de például azt, hogy miért jut valakinek eszébe pónikat rajzolni, én szoktam pónikat rajzolni, meg annó mangát is, meg minden szírszat rajzoltam, de hogy miért, nem tudom megmondani, mert jó érzés, mert tök jó, hogy látom, így láttam ilyet, megpróbálom én is, hát ha valakinek tetszik, amit csinál. Vagy mi lehet az, nem tudom, te például zenével is foglalkozol valamennyire, hogy mi az, amikor meghallasz egy zenét, mondjuk a Daniel Ingram-től bármelyiket, és mi lehet az az erő, az az inspiráció, hogy basszal nekem az, hogy remixelni kell. Ez egy olyan marha jó valami, hogy ebből kell csinálnom egy másik zenét, ami mit tudom én, ami az enyém. Vagy hát bármilyen. Átlagban, ha meghallok egy új dalt, úgy vagyok vele, hogy bassza meg, ezt is le kell fordítani. Jó, nem tudom, szóval azt gondolom, én a zenész oldalról abszolút nem bírom megközelíteni, mert a zeneszerzés azért annyira primitív vagyok, hogy nem tudom, egy hangot nem bírok leütni a zongorán. Igazából... Igen. Hát, belegondolva nem tudom én sem, mert nekem is rengetegszer van úgy, hogy meghallgatom már 20-adjára a dalt, mert ugyebár most fordítást azt meg kell csinálni hozzá, és így most a legutóbbinál is itt a Rarity-nél a... Igen. Fű, mi is a címe? Azt nem tudom, csak azt, hogy... A TLC is. Igen, én csak azt tudom, hogy the rules of rarity, guarantee quality. Ja, rólunk meg annyit kell tudni, hogy mi nem nagyon szeretjük őt, tehát. Nem. És hallgatom, és így megint nyávog. Milyen jól hall, milyen jó lenne az egész alá bevágni valami gangstás 80-as évekbeli old school hip-hop beatet ugyanezzel fent, és még megtoldani valamivel. Ezt amúgy meg akarom majd csinálni, mert úgy kicsit viccesebb lenne. Igen, szóval valahogy így beindítja az embert, nem? Kapsz, de tényleg az, amikor egy nagy csapat, nagyon kreatív, nagyon tehetséges ember leül és összepakol valamit neked, hogy te, tessék, itt van, nézd meg, ez a mi rajzfilmünk. Tök jó lett, nem? Nézd meg! És te megnézed, és úgy érzed, hogy ez tényleg marha jó, és valamit te kaptál ettől, ezektől az emberektől, és vissza akarsz adni a közösségnek, vagy a világnak, hogy tényleg úgy az egész valamivel több legyen, egy nagyobb kupasz legyen a piramis azzal, hogy te valamit felteszel a tetejére. Igen. Vagy valami ilyesmi lehet szerintem ennek az inspirációnak a lényege. Meg amit mondtál is, hogy ugye ez a homály zónában lévő sok mi lenne ha, meg a sok karakter, amit esetleg te ötlesz ki, vagy amikor nem látod, hogy mit csinálnak, és ugye ezek így elkezdenek dolgozni a tudatod hátterében, és azzal fekszel le, hogy vajon akkor, meg azzal kelsz fel, hogy vajon akkor, vagy amikor éppen kicsit lightosabb a meló, és az ember nekiáll agyolni, és akkor is ezek futnak a fejébe, akkor így előbb-utóbb az lesz belőle, hogy így ettől meg kell szabadulni, és le kell írni, meg kell valósítani. Ez különben abszolút így van, csak az inspirációt nem akartam annyira a történet oldaláról megfogni, mert a történet oldal az viszonylag egyértelmű, hogy tényleg emiatt, hogy az ember agya dolgozik rajta, ezért születnek aztán ilyen mindenféle sztorik, de ugye vannak, akik meg rajzolásra inspirál, meg zenélésre inspirál, amit nem mondhatnák, hogy a szürke foltok miatt tenni. Ugye ez ennyire nem jól általánosítható cucc. De azt egyébként 100%-ig aláírom, hogy van nekem egy kedvenc szerzőm, vagy hát nem is tudom, minek mondjam, példaképen, vagy bármi. Ha tudnék úgy írni, mint ő, akkor az életemben úgy érzem, hogy mindent elértem. Ez a bűnös érben nem fogok tudni úgy írni. Na most ezt a csávot hívják, hogy Orson Scott Card, és ő mondta azt, hogy a papara, hogy is mondta, hogy tehát ha úgy állsz hozzá egy történethez, hogy te most megírsz egy történetet, és aztán majd vagy sikerül, vagy nem, akkor az már rég rossz. Hanem te, mint író, egy történetnek, egy olyan történetnek, ami meg akar íródni a te fejedben, annak tartozol azzal, hogy te a saját képességeidhez képest a lehető legjobb módon megpróbálod azt a történetet megírni. És ez milyen marha érdekes, nem? Ez olyan, mintha nem a író írna a történetet, hanem mintha a történetek választanának ki embereket, hogy te most pedig meg fogsz engem írni. És ez tipikusan így van, nem? Hogy ebből látszik az, hogy mennyire tudatalatti az írásnak egy marha nagy része, igen, hogy így dolgozik benned, hogy láttál valamit, mit tudom én, a rajzfilmben,
És akkor eszedbe jut valami, hogy hű, de tényleg, mi lett volna, hogyha amaz, meg amaz, meg amaz, és aztán lehet, hogy el is felejted. Lefekszel aludni, és akkor reggel felkelsz, hogy de lehet, hogy mit tudom, eszedbe jut egy tök jó ötlet, elmész zuhanyozni, még egy picit ott dolgozik az ötlet, és aztán mit tudom, hogy másnap estére, vagy egy hét múlva, oda se figyeltél, és van egy kurva jó történet a fejedben. És onnantól kezdve meg viszket a tenyered, hogy ezt meg kéne írni. Mert mi az, hogy itt van egy marha jó történet, és csak a te fejedben létezik, és nincsen ott. Leírva majdra, és nem tud megmutatni másnak. Igen. Az, amióta ki lett írva az új szkriptórium, Tominál ez működik. Minden egyes nap kitaláltam valami tök jó szkriptóriumra. Másik nap egy teljesen másik ötlettel, de mondjuk nálam is. Ja, igen. Úgyhogy én abszolút így látom, hogy meg ezt a beszéltünk is Gravinggel, hogy ezek a történetek, ezek ilyenek, hogy bemásznak az embernek a tudatalattiába valahol, néha előjönnek kopogtatni, hogy nem kéne lassan megírni, csak nem, nyugi, mész vissza a helyedre. Akkor eltelik még egy kis idő, akkor előjön már kétszer akkor a rettenetes óriás, hogy nem kéne lassan megírni. És aztán előbb-utóbb meg a ráborítja az ajtót, hogy most meg kell írni. És hogyha már így kiválaszt téged mondjuk egy történet, hogyan szoktál nekiállni megírni az egészet? Vagy először megvan az egész storyboard, hogy honnan indul, hova fog eljutni? Nem, ennél sokkal randomabb módon szokott ez működni. Ember leül és random hülyeségeket írkál. Igen. Nem tudom. Elkezdeni is marha nehéz, mert ugye hol kezdesz el egy történetet? Na igen. És erre is van egy jó ökölszabály, amit nem tudom már, hogy kitől olvastam, hogy nyilván ott kell történetet elkezdeni, legközelebb a végéhez, ahonnan még van értelme elmondani. Hát jogos, mert ugye mi a fenének kezdeni marha messziről, most csak azért, hogy húzzad, mint a tésztát. Ott kezd el, ahol vége van, csak legyen értelme. Igen. Egyébként ez a kérdés is gondolom úgy pattant elő Funky fejéből, hogy például a számomra egy teljesen meglepő élmény volt, hogy amikor Gravinggel csináltuk ugyanezt, és ő azt mondta, hogy ő úgy szeret írni, ahogy olvas. Tehát, hogy ez a nem tudja, hogy mi fog történni, csak akkor tudja, mert mi történt konkrétan, amikor leírta. És egy végben kiutalgat. Igen, és hogy azt mondja, hogy a végén pedig ezt a halom kiutalást így átmarkolja, és akkor na ezzel most kezdjünk valamit. Tehát, hogy például ez az írói szemlélet nekem itt teljesen új, mert egy szemírásomat, amit annó beadtam szkriptorumba, én ezt körülbelül úgy képzeltem, hogy vannak ilyen checkpointok, ahova el akarok jutni, csak hogy ezeket hogy kötöm össze kell valahogy megoldanom. Élőben, hogy úgy mondjam. Hát nem tudom, nekem egyébként nagyon hasonlóan működik ilyen checkpointos megoldással. Az biztos, hogy úgy leülni, írni, hogy nem tudod, hogy mi lesz a vége, az nagyon kockázatos. Azzal bele lehet futni zsákutcákba, én azt már próbáltam. Tehát legalább a végét érdemes kitalálni annak, hogy mi a pöcsről fog ez szólni, meg úgy nagy vonalakban az ívét, de tényleg csak így az ívet, hogy lesz benne majd, mit tudom én, a csúcspontjának én azt képzelem el, hogy. És ugye innentől lesz majd egy vége. De a csúcspont előtt kell, hogy legyen mondjuk legalább egy mélypont, vagy valami, ami az lesz majd, hogy. És akkor, de ezeket csak így fejben. Én például nem emlékszem, hogy az ünnepekhez bármilyen jegyzet is készült volna, de ha készült is, az is ilyen négy soros volt körülbelül, hogyha felébredtem hajnal 3-kor, hogy ez most kurva ötlet, le kell írni, és akkor előkaptam egy tabletet, és gyorsan lepötyögtem, és aztán visszafeküdtem aludni, hogy erre felejtsem a reggelig, körülbelül ilyen szinten. És akkor de tényleg csak ennyire megvan, ha már megvan az íve, meg hogy hol kezded, meg hogy hol van vége, akkor olyan nagy baj nem lehet belőle. És de utána hát neki kell ülni, és az pedig a másik nagyon fontos dolog, hogy a legjobb ötletek azok mindig akkor születnek, amikor írsz. Uh-huh. Hát úgy, hogy te ülsz és gondolkozol, abból soha nem lesz történet. Azt le kell ülni és el kell kezdeni hagyni, hogy a cselekmény menjen a maga útján, a karakterek kezdjenek el élni, kezdjenek el pofázni egymással, legyen nekik személyiségük, egy picit így megtöltik, megszívják saját magukat a fejedbe, meg az írásba. És akkor kezdenek majd az eszedbe jutni rettenetes marha nagy hülyeségek, amik ráadásul néha egy teljesen másik irányba vezetnek, mint ahogy te azt megtervezted, hogy majd most ez a pont fog következni, meg az a pont fog következni, és teljesen elmászkálnak a karaktered, és nem győzi őket visszaterelni, hogy te jó szagú úr, Isten, most ebből hogy lesz majd az, amit én kitaláltam? És hát néha egyébként érdemes is hagyni egy picit elmászkálni, és akkor inkább az, hogy megpróbálsz inkább egy másik
hasonló utat kitalálni nekik, hogy most ahol tartasz onnan, hogy lehetne a végébe eljutni. De az fontos, hogy hagyni kell elmászkálni a történetet, mert akkor vannak az igazi jó ötletek szerintem, amikor írod. Igen. Nekem legalábbis mindig akkor voltak. Igen, ez a... Csak azt az egy okot tudom egyébként erre mondani, hogy ugye az ember, amikor konkrétan ír, és nem csak úgy gondolkodik, hogy na majd ez lesz az, de szóval, hogy amikor ír, és speciál egy karakter szemszögéből ír, akkor ugye teljesen azonosulni kell azzal a karakterrel, azzal úgy kell gondolkodni, hogy ő gondolkodik, és ez a teljesen beleéri magát és az ember, és akkor ugye sokkal reálisabban tud reagálni egy-egy reakcióra, ami egyébként csak ebben a gondolkodásos fázisban lehet, hogy nem úgy sülne el, mert akkor én vagyok, és nem a főszereplő, most mondtam. Ezzel a 100% egyetértek. Sőt, olyan is szokott lenni, hogy kitalálsz magadban egy tök jó jelenetet, csak így gondolkozás szinten, hogy fú, ezt bele kéne tenni ezt a jelenetet, és amikor megpróbálod leírni, akkor a karaktered egyszerűen nem hajlandó úgy viselkedni, mint ahogy te azt eltervezted, hogy abban a jelenetben majd ez lesz. És olyankor el lehet rajta filózni, hogy ez mi a fenéért van, és azért, mert általában azért, mert marhára kilóg az ő jelleméből ez, vagy valami ott nem stimmel, és akkor nem tudja rá, azért az akaratodat nem bírod egyszerűen rákényszeríteni, anélkül, hogy ne lenne hamis az, amit leírsz. Ez nekem egyébként ilyen problémáim marha sokat vannak, hogy például jellemfejlődésről, meg ilyenekről írni úgy, hogy hát valakinek megváltozik a jelleme, de úgy, hogy hiteles legyen. Ezt összepakolni nehéz, mert egy statikus jellemet leírni, az még valamennyire megy, hogy beleképzeled magad, és akkor tattara-tattara-tattara. De úgy megcsinálni, hogy még ebből változzon is meg valahogy máshogy egy másik jellembe, és úgy, hogy hiteles legyen, és te is azt érezd, hogy ezzel nem megerőszakoltad az illetőt, hogy neki most más lett a jelleme, hanem esetleg még ezzel, hogy mondjam, hogy előre is mozdította az egész történet meg az ő személyiségét, azt elég nehéz úgy összehozni. És mit ajánlanál a kezdőíróknak? Mert ugyebár mondtad is, hogy elkezdeni az egyik legnehezebb. És hogyan szoktál te nekiállni? Tehát megvan az ötleted, és így hogyan döntöd, hogy na, akkor innen fogom elkezdeni, és majd innen jut el az első checkpontig? Hát... Nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem az elkezdéssel nem érdemes sokat szarakodni. Mert addig, amíg nem kezded el, addig soha nem is fogod elkezdeni. Ez biztos, hogy ilyen hangzik. De a lényeg az az, hogy amíg csak gondolkozol, hogy el kéne kezdeni, de hol. Nem fog eszedbe jutni, hogy hol, mert az, hogy kitaláld, hogy hol, ahhoz el kéne kezdened. Mert nekem is az egyik legnagyobb bajom, tegnap is így, jó, akkor írjunk szkriptúrimot, és így, hol kezdjem el? És így ilyenkor mindig eszembe jut, hogy in medias rex kezdés, nem érdekel, sétál valahol, tájleírás, és utána jön minden magától. Én is azt mondom, hogy a legelső hülyeség, ami az eszedbe jut, az pont jó lesz arra, hogy elkezd valahol. Igen. Mert onnantól kezdve, hogy elkezdted valahol, és megvan a hülyeség, hát lesz belőle azt mondom, egy prológus. Vagy lesz belőle két oldal, ami soha nem fog megjelenni sehol, csak a fióknak leírtad. Mert utána a harmadik oldalon egyszer csak megjött az ikret, és egy marha jó valami lett belőle. Vagy lesz belőle valami lassan beinduló valami. Mondják ugyan a igazi íróknak, akik pénzért írnak, hogy azért az első bekezdésben, ha egy regényt írsz, érdemes rátérni a lényegre. De egy fanfictionnél ki a fenét érdekel? Hát az ember úgyis nem a pénzért csinálja, nem azon fog múlni, hogy most a könyvesboltba el tudod adni, vagy se, hogy milyen ütős kezdést sikerült rittyenteni annak a történetnek. Hát valahol meg kell fogni a kígyót, nyakánál, farkánál, valahol. Majd lesz belőle egy történet. Aztán majd birkózunk, igaz? Ja, igen. Én nem tudom. De a kezdésre nekem nem szokott bajom lenni, mert nekem mindig jutnak, tehát ez megint a tipikus tudatalatti része az írásnak, amikor hülyeségek jutnak az eszedbe, hogy ezt kéne megírni, meg ez történhetne a karakterekkel, meg az történhetne a karakterekkel, és hát az egyiket kiválasztod, hogy hát ez jó pontnak tűnik végül, és akkor miért ne kezdődjön itt? És onnantól meg hát valamennyire megpróbálod érdekesebb irányokba kanyarítani, hogy ne adj Isten, már az elején legyen valami értelme. Tehát ha megnézitek az ünnepeknek az első fejezete, semmiről nem szól. Annyira nem szól semmiről, nem? Még az jogos, de attól függetlenül nem szól semmihez, még az embernek a fantáziáját úgy megfogja. Hogy vajon, mert ez a... Pont egy szilveszteri buliba cseppenünk bele. Igen, tehát ez a lehet, hogy nem szól semmiről, de ez a megint ez a mi lenne, ha mi történhet.
Mert ugye az ember meglátja, tehát ez a, én ugye ezt már úgy olvastam, hogy ez így létezett, tehát nem úgy, hogy várnom kellett a következő fejezetre, hanem láttam, hogy hát ebből még van valami, hát akkor ebből még akármi lehet. Ebből még bármi is lehet. Ja, igen. Nem tudom, de azért is mondom, hogy valahol el kell kezdeni, ennek is aztán lett valami értelme. Közben meg bízni kell abba, hogy ha neked vannak viszonylag jó karaktereid, akkor a karakterek miatt az olvasó úgy is el fogja olvasni, hogy mi a túró történik ezekkel a karakterekkel, vagy ha tudsz egy jó, érdekes helyszínt az elejére, vagy bármit, vagy csak ha tudod magadról, hogy van egy jó, hülyes stílusod, amivel el lehet adni egy oldalt. Igen, igen, igen. Az is tipikusan olyan, hogy az elviszi a hátán az elejét, és akkor utána meg már könnyebb írni is. De minden esetre igen. Hát a bárki kezdő, nem azzal lesz szerintem nagy baja, hogy írja le az első oldalt, hanem hogy fejezze be a 75-et. Nos, igen. És ez szokott lenni szerintem az, amiben marha sokan belefutnak, hogy nagy lendülettel beleállnak az első 5 oldalba, és akkor gyerekek, fanfiction-t írok, nézzétek, már 5 oldal kész, van ez az első fejezet. Az első fejezete a pentalógiámnak, mert ilyen 500 oldalas könyvből fogok írni 5-öt. Már kész van belőle 5 oldal. Most magamra ismertem. Szerintem mindenki. Nem akarok senkit megbántani ezzel, és vannak olyan emberek, akik erre képesek, hogy leülnek és megírnak 500-ot. De én azt gondolom, hogy ha az ember fanfictiont akart írni a béka segge alatt lévő önértékeléssel, meg amúgy sem biztos benne, hogy neki hiányzik el az egész a nyakába, meg lehet, hogy megunja egy fél év múlva, meg most mi a fejének ezzel szórakozzon, amikor el lehet menni piálni, meg narkózni, meg csajozni, meg koncertre, meg tévét nézni, meg sorozatot nézni, meg játszani, meg online játszani, meg YouTube-ot nézni, és annyi jobb dolga van az embernek. Különben ezeket marha jó idézetet olvastam megint a múltkor valamelyik írótól, hogy az író az az ember, aki az élete nagy részét egy billentyűzet előtt tölti egyedül. És tényleg egyébként, tehát ha valaki társasági életet akar élni, ne menjen írónak, mert el van baszva az egész. Ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha van valami, amiért csinálod. Hogy csinálod azért, hogy leírsz egy fejezetet, vagy írjál valami rövid novellát, és akkor kipakolod, hogy novella. És akkor mindenki elolvas, hogy jaj, de jó, faszal lett, írjál még valamit. És akkor jó, írtam egy fejezetet. Na, mit gondoltok, milyen? Ez tök jó, írjál még, mert tudtam, hogy ez is jó. És akkor utána van benned még lényeg, hogy megírd a következőt, meg a következőt, meg a következőt. És úgy össze lehet pakolni egy történetet. Majd az ötödiknél, amikor már leírtál nem tudom én hány száz oldalt, akkor már megvan a rutin abban, hogy én tudom, hogy ezt be fogom tudni fejezni, akkor is, hogyha nem áll mögöttem 6 ember csápolni, hogy ez milyen marha jó dolog, amit csinálsz. Igen. És még egy utolsó kérdés, mielőtt rátérnénk úgy magára az egész... Jó, ezt már a 6 órája dumálunk. Mielőtt 50 perc, igen. Mielőtt még rátérnénk, hogy az eljönnek az ünnepekre, hogy te is úgy írsz, mint Graving, mert mesélte, hogy ő egy nap leül, és egy oldalt neki így muszájból is meg kell írnia, vagy esetleg többet, hogyha úgy jön, vagy te hirtelen kapsz egy ilyen ihlet hullámot, és akkor 8 oldalt van. Sajnos nekem marha kevés időm van írni. Bár adnál jó Isten, hogy több legyen, bár a fele tudja. Ugye ez megint az, hogy az író tényleg egyedül egy írógép, illetve billentyűzet előtt, tudod, hogy hány száz éve írták ezt az idézetet, na mindegy. Szóval, hogyha az ember akar magának bármilyen életet, de tényleg bármilyet, akkor nem ír. Ha írni akar, akkor meg az van, hogy azt úgy nem lehet, hogy már melletted mászkál 6 ember, akkor néha megállítanak, hogy te figyelj már, mit tudom én, menjél már, vidd le a szemetet, kutya akármit csinál, foglalkozz a családdal, menjél le boltba, ezt hova raktad, azt hova raktad, tudom, micsoda. Így nem lehet írni. Írni azt úgy lehet. Nyilván, hogyha egyedül vagy egy szobába, vagy bárhol, az már fasz a jó kezdés, berakod a kedvenc zenédet, és akkor felveszed a hangulatot azzal, hogy elolvasod a legutóbbi fél oldalt, amit írtál, és belejössz nagyjából, hogy hol a faszba tartottál, és akkor annak kezdve el lehet kezdeni írni nagyjából, hogy annak a stílusban, ahol abba hagytad. Illetve aki
nek olyan szerencsétlensége van, hogy családdal verte meg az Isten, és nincsen neki saját kulcsra zárható szobája, akkor meg a bogyós, fülbedugós fülhallgatót a füledbe, a zenét, hangerőt a maximumra, és akkor ne szóljon senki. Arcra felvenni, igen, az antiszociális gyilkos kifejezést, és akkor senki nem szól, azért akkor lehet írni. De ugye ilyenből meddig tudod ezt megcsinálni? Mondjuk teszem azt, ha itt lennének anyád, apád, tesód, akár kicsoda, hogy most nyugodtan írnál egy órát? Vagy kettőt? Hát tudjuk, hogy mikor, mert ugye ha van olyan mákod, hogy le tudsz ülni mondjuk éjféltől hajnal négyig, az milyen jó időszak, nem? Csak ne kelljen hatkor kelni, aztán meg menni melózni. Ráadásul én pont az a szerencsétlen ember vagyok, hogyha ugye egy embernek általában 8 óra alvás elég, nekem a 9 inkább, ami nekem elég kéne lenni. Ha 8-at alszok, akkor már úgy nézek ki, mint a mosott akármicsoda. Ha a 7-et, akkor meg pláne. Úgyhogy azt mondom, de még egy pár napig oké, de hetekig nem lehet fenntartani, úgyhogy én örülök neki, hogyha naponta két oldalt megbírok írni, de körülbelül úgy, hogy ugye egy oldal az egy óra nagyjából, mire az ember átlárágja magát rajta, és ha két oldalt megbírok írni egy húzamba, akkor mákon volt. És ha egy héten megbírok írni 6 oldalt, akkor örülök, mint az állat, mert akkor rettenetesen békén hagytak azon a héten mindennel. De viszont volt olyan, a személyes rekordom az 10 nap volt egy nap, 10 lap, nem, 10 oldal volt egy nap, ami úgy történt, hogy vasárnap reggel, de tényleg, lányomat lebasszoltam nagymuternál, mindenki békén hagyott, vasárnap reggel, leültem az notebookommal, és írtam, és egyszer csak azt mondja, hogy ez vasárnap este van. És elment 12 óra, és 12 óra alatt, de tényleg nem csináltam mást, és egy kurva ember nem szólt hozzám, az alatt meg lehetett írni 8 oldalt, vagy 10 oldalt. Igen, ezzel most mondom azt, hogy nekem is van tapasztalatom, tehát az otthon, amikor az ember, tehát tényleg, amikor család van, meg minden, ez a nem tudják békén hagyni, és ez engem a végén már annyira frusztrált, hogy ezzel nem tudok alkotni, én akkor éppen fordításban voltam benne, ami most ez a fordítás, az azt mondom, hogy ez az írás böszméknek, tehát ez sokkal könnyebb, és ez a egyszerűen annyira ideges voltam, és végül ugye följöttem ide, Budapest, béke, leültem a gépem elé, és így egy hét alatt én 36 oldalt fordítottam le. Ez még a nyárnak volt az utolsó hete, szóval ez a nyilván rájöttem. Tehát az a kiforraltam magamnak vagy 6 liter teát, magam mellé vettem, és így ez a irok-iszok, és... Kutyóra megyek? Néha azt is, nem mindig. Így lehet csinálni, és ha belegondolsz, de különben meg, ha ne adj Isten, lettek volna egy ismerősök és rángattak volna piálni, meg ilyenek, akkor azért elgondolkoztál volna, hogy most akkor mit csinálok, írok, iszok, és akkor antiszociális, nem tudom, hogy micsoda vagyok, vagy pedig tényleg elmegyek egy koncertre, elmegyek sörözni, elmegyek valahová. Szóval valahogy az élet meg az írás nem összeegyeztethető dolog. Én már megtanultam, hogy mire kell fordítani, akkor nem szabad zaklatni. Főleg nem az, hogy menjünk a nádba. Budapest másik felére. Na, de akkor szerintem most már éppen ideje, hogy nekiálljunk magának a fiknek is, ami pedig most már ugye elkerülhetetlenül felett emlegetve, az eljönnek az ünnepek. Igen, mert de jó, mindegyik írónál szeretnénk kronológiai sorrendbe haladni, viszont hát a Trixi volt ugyebár az első írásod, és hát ugyebár az nem olyan hosszú szerintem, amit... De nem, az egy novella, persze. Tehát ez volt az első hosszabb alkotásod. Ezért gondoltuk ezt első választásnak. Így van. És jó is, hogy már csak 10 percünk van rá, mert úgyse emlékszek már rá, hogy miről szólt. Nem, jó, oké. De és itt rögtön az első kérdésem az egy érdekesebb darab, mert nekem ez volt a benyomásom az egésszel kapcsolatban, hogy és nem tudom, mennyire volt szándékos, és mennyire volt a zírónak az éppeni hangulata, mert így fejezetről fejezetre változik az érzésem az egésszel kapcsolatban. Tehát ugye, mint mondtad, hogy az első, tehát ugye a prológus az olyan kicsit olyan bevezetős, olyan tök lightos az egész, utána van a Lyrával az a trip, amikor minden be van szívva, utána pedig jön az akció, ugye pörlékkel fönn,
fönn a stadionba Firebolt-a Spitfire-rel. Aztán ugye pedig kezdődik a szerelmi dráma, utána meg ilyen pszichová változik az egész, és hogy ez az éppeni hangulat, vagy ez most így volt kitalálva? Most az ünnepekről annyit kell tudni, hogy annak az alapvető története az gyakorlatilag az, ami az ötödik résztől, vagy az ötödik fejezettől a végéig van. Tehát konkrétan az a történet, az a történet, amit gyárilag meg akartam volna írni. De azt látni kell egyébként közben, hogy az ünnepek az egy novella gyűjteménynek is felfogható valami, mert ugye egynek folyamatosan megy a keret a Lyrának a meséi körül. Igen. És ugye ott a keretben történnek dolgok, amiket hogyha fognád és kivágnád a közepéből a maradék dolgot, akkor annak is egyértelmes történetnek kellene összeállni. Illetve emellett meg, amiket a Lyra mesél, körülbelül nem tudom én, 4 vagy 5 történet. Szerintem lehet, hogy inkább 4 vagy 5 történet, amik viszonylag nem függenek össze egyáltalán. Azon leszállít, hogy kik szerepelnek benne. Igen. És ez gyakorlatilag egy olyan kísérletnek lett a vége, hogy amikor a Twixit megcsináltam, akkor annál felmerült az a kérdés a végén, hogy de most mégis ez ki a fenét érdekel? Meg miért van az, hogy volt benne egy csomó puni, és akkor ugye mindenki meghalt a végén, de mégis inkább egy ilyen fasságnak tűnt, és nem annyira egy bármennyire drámai történetnek. És arra kellett kiukadnom, persze nyilván azért, mert lila gőzöm nem volt arról, hogy működnek a írásban a dolgok írás közben. És nem mintha most több fogalmam lenne róla, de most se tűnik annyira elvetemült elképzelésnek, hogy a Trixie az olyan volt, mintha egy ilyen forgatókönyv készült volna, hogy a szereplők úgy lógtak a levegőben, úgy történtek velük dolgok, de nagyon nem aggódott értük senki, viszonylag gyorsan lement az egész cselekmény, és akkor, hogyha valaki vágott volna alá egy tök jó filmzenét, valaki egy rendes operatőri munkát csinált volna mögé, meg vettek volna a színészek, akik eljátszák, akkor az tényleg egy viszonylag jó filmet lehet volna belőle csinálni, vagy nehogy isten képregényt, de azért drámának marha kevés volt. És az ünnepeknél arra voltam kíváncsi, hogy vajon akkor, hogyha több múltja van egy szereplőnek, hogy az, aki tehát az olvasó kap belőle sokkal, tehát a kiskorától kezdve végig tudja követni a szereplőket. Egy picit van ideje, hogy a olvasónak a szívéhez nőjenek azok, akikről szól a történet, akkor vajon nagyobbat üt-e a vége. És ezért van az az elején, de ugye a Lyra is mondja, hogy az egész a akadémián kezdődött, és tényleg ott is kezdődött az egész történet, de hogyha ott kezdeni el mesélni, akkor nem értené a Haninát, illetve az olvasó meg nem gondoltam, hogy bele tudná írni magát, ha ott kezdené magát a mesébe, mert akkor csak az van, hogy van egy csomó pónál az akadémián, de most mégis ki a faszt érdekelnek ezek. Egyébként tényleg, és tényleg így belegondolva, tehát tényleg, hogyha én is csak így vakon mentem volna bele a történetbe, tehát ez a, nem lett volna nekem sem, mint olvasónak meg ez a kapcsolat, ez a mondhatni érzelmi kötődés. Tehát nem lett volna meg az az érzés, hogy én ismerem ezeket az embereket, és ezáltal lehet, hogy nem is törődtem volna velük ennyire. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy valamennyire az olvasóhoz nőjenek. Én örülök neki, hogy te is ezt mondod, és ez azt jelenti, hogy valamennyire igazam volt, hogy innen indítottam, de mint kiderült aztán később a többi történetemre, ez csak a 40%-a, hogy honnan indítod, és az, hogy mennyire mászol bele a fejébe a szereplőknek, az a 60%-a, sőt lehet, hogy a 80%. Ez az ünnepeken még annyira nem látszik, mert ott sok olyan van, ahol ilyen külső kameraállásból vannak leírva az események. Például a Spitfire-ös rész az tipikusan ilyen, hogy ugye a Lyra meséli a történetet, és akkor egyszer csak derültékből, villámcsapásként benne van a Spitfire-nek a versenye, a Spitfire-nek a szemszögéből. Illetve aztán meg egy teljesen különálló történet a Lyra szüleiről. Szóval, ha ebben az ember belegondol, fogalmam nincs, hogy mi jutott eszembe, amikor ezeket leírtam. De most tényleg, ezért mondom, az egy novella gyűjtemény.
meg is tűnik. Hát vannak benne úgy szereplők, hogy viszont igazából közösek. Ezekben a visszaemlékezésekben mindig egy-egy új karaktert mutatsz be, aki a végén már pont, hogy fontos lesz. Hát lehet igen, de van, amikor annyira nem, mert Spitfire-nek meg semmi köze az egészhez. Hát ott nem is Spitfire volt a lényeg. Hát ott pont nem. Ő csak ki lett használva, hogy összekösse a pontokat, gondolom én. Ja, igen, nagyjából. Na mindegy, szóval annyi volt a lényeg, hogy de tényleg konkrétan ezt találtam ki, hogy majd írok, mit tudom én, mielőtt nekikezdenék a lényegnek, egy 3-4 fejezetet, amiben vannak rövidebb történetek. És aztán lőn. Ugye, mint ahogy te is mondtad, ebből aztán adódott az, hogy nem lett egy túl konzisztens stílusa, meg állapota az egésznek, és ezért is mondom azt, hogy én marhára örülök annak, ha bárki azt mondja, hogy az ünnepek az neki tetszett, mert én örülök neki, nekem is tetszik, de egy bárminek eladni, hogy ez egy regény lenne, vagy egy bármi, hát az ahhoz szerintem édeskevés. Inkább mondjuk úgy, hogy egy olyan embernek, aki életében másodjára próbál meg írni, egy próbálkozása. És ahhoz képest nem rossz, talán. Sőt, nagyon is. Igen. Na, és a személyiségválasztások azok úgy nagyjából hogy működtek? Mert vannak ismert háttérkarakterek, például Bonbon, Lyra, akiket felhasználtál, és így mennyire befolyásolták ezt a fandom által generált háttérsztorik? Például Lyra nem antropológus, viszont hát zenész. Nekem van az a mázlim, hogy amikor én ezt írtam, akkor ezeknek a háttérpuninknak a leghalványabb személyisége nem volt. Uh-huh. Illetve annyi volt nekik, vagyis hát mondjuk el, hogy volt nagyon pici személyiségükből 500 darab, de teljesen ellentmondásban egymással ráadásul. Tehát ez a Lyrának ez a péniszmelegítős plüss állat verzió, meg hogy homoszexuálisak a Bonbonnal, és akkor amit tudom én micsoda történet, meg ezek. Hát ezek nyilván ott vannak valahol a legalján, de kánon személyiségük abszolút nem volt. Most annyira, hogy például az 5. évben, hogy a Bonbonnak viszonylag rittyentettek valamit, ne menjünk bele, meg hogy mikor is a második évad végén, vagy hol van a changeling-es, amikor a Lyra véletlenül megszólal. Ja, igen. Igen. Na, szóval ezek még sehol nem voltak, úgyhogy háttérpónikról bármiféle személyiség nélkül lehetett nyugodtan írni. Mert tudtam, vagy biztos voltam benne, hogy milyennek képzelhetném el őket olyannak, amilyennek akarom. Ha valakinek van róla elképzelése, hát az a saját headcanonja, mit érdekel az engem, hogy most mások hogy képzelik el, nekem is jogom van elképzelni, akárhogy. És abból lettek aztán ezek, ahogy ide megszülettek. Sőt, mert egyébként ez a kérdés ez abból jött, hogy ugye körülbelül egy, ez korai évadoknál körülbelül egy kánon jellemvonása volt, ugye ez az antropológia, hogy ült a padon. Ja, lányra, igen. Hát... És hogy az előkerül a figben. Tehát a kánon dolog, az benne volt. És akkor az tetszett, hogy ez a kiül napozni, és akkor ez a én már pedig hátra dőlök, mert a nap az olyan jó, és akkor így ül, és nem fekszik a padon. Tehát ez... Igen. Egyébként több kánon dolog van benne, mert ugye például a felhőnjárás, az is kánon, hogy ja, tud járni a felhőkben. Igen. Szóval vannak benne igen, ilyen dolgok, ahol, de tényleg inkább a kánon, és nem a különböző fandom által rájuk tukmált dolgok, a flex sztereotípiákat próbáltam én ebbe belepakolni. Hát, de miért nem? Hát, hogyha az ember választhat, hogy kitalál inkább valamit saját magának, vagy átveszi valaki másnak a hülyeségét, én mindig az a fajta voltam, aki inkább kitalál valamit. És teljesen jogosan. Egyébként még a másik érdekes kérdés, legalábbis szerintem az, hogy ugye epilógusban, ott is a leginkább az zárásban írtad azt, hogy hát kísérleti fik volt az egész, és hogy ez abban is nyilvánult meg, hogy eddig nem nagyon írtál párbeszédeket, akkor még, és hogy ugye ezekkel is kísérleteztél, és hogy azon kaptad magad, hogy hát gondolatodban ezek így elbeszélgetnek, és akkor előkerül az az effektus, amit már ugye itt kifejtettél nekünk, hogy elmaszkálnak a karakterek, mert hogy kissé életre kelnek, de hogy ez a... Téged hogy érintett ez a felismerés, hogy Atya úr Isten, ez megszólalt. Tehát, hogy te ezt hogy élted meg? Hát,
Nem tudom, nem vagyok ennyire megélős típusú ember, akinek ilyen heuréka élményei vannak, azért mert megszólal egy pulni a fejében. Még jobb is, mert aztán elmennék el egy új intézetbe kivizsgáltatni magamat helyette. Nem tudom, de egyébként ez tényleg vicces, mert hogy de már eleve hogy mi a fenéjére akartam én egyáltalán bármit megírni, amikor életemben nem írtam soha két sornál többet, illetve jó dokumentációt, körülbelül ennyi. És aztán ugye a Trixit egyszer csak muszáj volt megírni, de már abban is voltak párbeszédek. Ja nem, meg középiskolában egyik ismerősömmel próbáltunk egy történetet megírni, de annak is retteltes vége lett körülbelül egy oldal után. Lelankadt a lelkesedésünk és abba hagytuk. És ahányszor én próbálkoztam el a párbeszédek, azok sose. Sose mentek. Nem tudom, hogy miért nem. És de ehhez képest meg, ami egy viszonylag jó ilyen puding próbája, az meg az, hogy én sokat szerepjátékoztam előtte fiatalabb koromban, meg sokat voltam mesélői szerepjátékokban, amiben azért kell az, hogy tudjál egy történetet összepakolni, hogy legyen eleje, meg vége, meg izgalmas legyen. Meg legyenek benne karakterek, akiket aztán meg is kell közben formálnod, miközben előadod a játékosainak. Tehát ebből a szempontból azért egy minimális rutinom van, de sose próbáltam azt, hogy ilyen párbeszédeket írni. Viszont én úgy gondolom, hogyha jól kitalálod a személyiségét a karaktereidnek, akkor előbb-utóbb azért életre kelnek a fejedben. Nem? Dehogy nem. Nem tudom, hogy ezzel mások hogy szoktak lenni. Ez tipikusan megint a tudatalatti része az írásnak, de én mindig úgy vagyok vele, hogy az ünnepeknél is, de a Szilánk és Szénacélnál meg abszolút, meg a Fagyott Lángban is a Jun meg a nővérének a karaktere volt ilyen, hogy csak ki kell találnod két olyan személyiséget, akik különbözőek, és megvannak a ilyen súrlódási pontjaik, amiben nem értenek egyet. És ha már van két személyiséged, és elkezdesz valamennyire belepakolni magadat az ő karakterükbe, akkor ők elkezdik majd egymást basztatni. És meg így hülyéskednek egymással, meg valamit csinálnak. És akkor így jutnak eszedbe így jelenetek, hogy de ez most ezt akarja csinálni, és akkor a másik mit fog erre lépni, és akkor hogyha a másik mit lépett rá, akkor ez mit fog rá lépni, és akkor ebből lesznek majd a ilyen mindenféle párbeszédek. És szerintem ez volt az ünnepekben is, hogy beindult valamilyen karakterekkel, és ugye azok a karakterek valamennyire megteltek, felszívták saját magukat a világból, hogy most ők ilyenek akartak lenni, és onnantól kezdve megvoltak a karakterek, már könnyű volt őket beszéltetni, mert hát ugye az talán az egész első fejezet, hogy nem szól másról, mint hogy régen látott ismerősök hülyéskednek egyet, és szopatják egymást az újévi bulin. Igen. Vagy hát ilyen kis hülyeségeket szerintem könnyen össze lehet írni. Így visszagondolva. De ahhoz kell azt, hogy meglegyenek a karaktereid. És ha már a karaktereknél tartunk. Tomi kedvenc karaktere. Igen, tehát így Lentó. Atya úristen, Lentó. Tehát ő az egyik, ha nem a kedvencem az egészből. Fogalmam sincs, hogy miért én így egyszerűen vonzódok a Lentó típusú karakterekhez. De akkor elmutatnád, hogy miért, mert egyébként igen. Én meg furra gyűlöltem, amiközben olvastam. Én annyira, hogy egyébként én ezt otthon olvastam, tehát ugye lámpafény, hátradőlve, gőzölög a tea, stb. És ezt olvasom, és amikor Lentónak van az a monológia a történet vége felé, ez a Lyrára rágyújtom a fészert monológ, ahogy én azt elneveztem, én ezt így végigolvasom, és így vissza az elejére, és nekem azt így hangosan a szobába elő kellett adnom teljesen mániákus hangon. Nem tudom, ha megengeded nekem ezt, majd így utólag fölveszem és bevágom ide, hogy ez hogy sikerült. A mániákusat? Igen. Tehát ezt a monológ részt csak, hogy mindenki értse, még az se, aki esetleg nem olvast ezt az egészet. Night. Eljönnek az ünnepek. 8. fejezet. Részlet. Közelebb lépett a kőasztalon heverő pónihoz. A fákja halvány fényénél ki lehetett venni a cuki jegyét. Természetesen pör volt az.
lassan, egyenletesen lélegzett, szemei csukva. Megrángatta a láncokat, amik tartották, ám azok nem engedték. Egy nagyobb lakat fogta őket össze. Mit keresünk mi itt? Mit akarsz Pörtől? Engedd el! Nagyon jól tudod, mit akar tőle. Vagyis te mit akarsz tőle? Ne add a hülyét! Futott át a fején, de elhessegette a kellemetlen gondolatait. Lentó szinte lenézően mosolygott rá. Ugyan mit is? Nem is kell ennél jobb áldozat az új lantodhoz. Add ide azonnal a kulcsot! Kiáltotta a fiúra fogva a fegyverét. Nincs nálam sajnos. Még mindig az a mosoly. Akkor hozd ide! Különben mi lesz? Lyra nyelt egyet. A törre pillantott, ami jól láthatóan reszketett a patájában. Ejnye! Mire mennél vele, ha engem ölnél meg? Itt állnál egy barát nélkül, egy félkész hangszerrel. Forcs pedig csak még jobban utálna. Ezt akarod? Fogalmam sincs, mit akarok. Gondolta, de nem szólt semmit. Hát persze, hogy nem. A csődör egészen közel lépett hozzá. Szinte hozzáért a törhegyéhez. Van másik lehetőség is. Fejezd be, amit elkezdtél. Gondolj csak bele, holnap reggel pörtáskáját megtalálják egy padon, benne búcsú levél. Nem akar közétek állni, ezért elutazik. Ki tudja, mi történt vele. A lényeg, hogy eltűnt. Végre senki sincs az utatokban, és ami a legjobb, téged senki sem fog gyanúsítani semmivel. És a saját lelkiismeretemmel hogy számolok el? Kérdezte vicsorogva. Ó, nem mondtam, hogy nem lesz nehéz. Emlékszel? Szívedből szakíts ki érte egy darabot. Ha nem lenne rossz érzés, nem is működhetne. Jusson eszedbe inkább, mit kapsz cserébe. Tied lesz álmaid csődöre. De ilyen áron, hogy ölhetném meg a legjobb barátom? A szerelem háború, hallottad már? Csak azt kapja, amit megérdemel. Nem is értem, miért nevezed még mindig barátodnak, hiszen átvert téged. Teljesen közömbös vagy már iránta, vald be! Egy kis nosztalgia fog talán visszatartani a célodtól. Nem vagyok rá képes. Pedig senki más nem fogja helyetted megtenni. Ez a te dolgod. Lépj oda és szúrd le! Egyszerűbb, mint gondolnád, csak véghez kell vinni. Hiszen előbb-utóbb mind meghalunk. Holnap elmegy sétálni az erdőben, és széttépi egy vadállat. Akkor aztán szidhatod magad, amiért kihagytad az alkalmat. Gondolod, a lant nélkül Forge beléd szeret? Meg akarod várni, hogy Pearl magától tűnjön el? Lyra teljesen összezavarodva állt. Szemébe könnyek gyűltek. Lentó várakozva nézett rá egy darabig. Hihetetlen, milyen gyáva vagy! Nem veszed észre, amint folyton kihasznál téged. Rajtad élősködik, mint egy pióca. Meg azt is elveszi, amit legjobban szeretsz. Ne gondolkozz már annyit! Mintha csak félálomban járna, odalépett az asztalhoz, ahol a fehér póni éppen ébredezett. Óvatosan nekifeszült a láncoknak, arca eltorzult a fájdalomtól. A szemeiben értetlenség és félelem ült. Lyra, nyögte elhalóan nehezen forgó nyelvvel. A zöld egyszorvút furcsa undor fogta el. Felébredtél hát a mesebeli álmodból, hercegnő. Nem vagy már olyan, mint egy érinthetetlen márvány szobor. Félted a nyavajás életed, könyörögni fogsz. Milyen szép vagy, Pearl, még így piszkosan is, mondta végül a lánynak. Bármikor 1000 csődör találhattál volna magadnak. Neked mégis az enyém kellett. Igaza van Lentónak, egykor barátok voltunk, mégis elárultál. Azt hittem, nehéz lesz megszabadulnom tőled, de tévedtem. Nem érzek semmit. Viszlát, Pearl, oda át találkozunk. Mindkét patájával megragadta a tört, és a magasba emelte. Az egyetlen fákja fénye megcsillant rajta. Beszívta a levegőt, hogy teljes erőből sújthasson le. Pearl hullámzó mellkasára koncentrált. Pillanatok alatt átsúszik a penge a bordái között, és már halott is. Szinte érezte a vért, a ragacsos, vörös, forró, fémszagú vért a patáin.
látta, hogy a hófehér bundát lassan bugyogva átszínezi. Összeszorította fogait, nagyot fújt. Ez nem fog menni, majd háromra. A mellső lábai úgy reszkedtek, mintha bármelyik pillanatban kihulna belőlük a fegyver. Egy. Ismét nagy levegőt vett. Kettő. Megpróbálta a könnyeket kipislogni a szeméből. Miért nézel így rám, Pearl? Miért sajnálsz engem? Nem én leszek az áldozat. Könyörgöm, szólj valamit! Vergődj, csapkodj, menekülj, sikolcs! Mintha csak a gondolataiban olvasott volna, Pearl szája mozogni kezdett. Először végtelenül halkan beszélt, nem is lehetett érteni, mit mond. Majd hangja suttogássá erősödött. Lyra, tedd meg, Lyra. Oly sokat segítettél már nekem, olyan sokkal tartozom. Boldog vagyok, ha az életemmel visszafizethetem a kölcsönt. Lyra patájából kihult a tőr. Csilingelve pattant egyet az asztalon, majd a földre esett. A zöld unikorn is zokogva borult barátnője testére. Pearl, pici Pearl, te buta álmodozó szamár! Nyöszörögte sírástól reszkető hangon, patájával a türkíz sörén simogatva. Hogy mondhatsz ilyet? Úgy is lennék képes bántani téged? Pearl arcához hajolt, könnyeik összekeveredtek. Majdnem megöltem, futott át az agyán. A legkedvesebb, legártatlanabb pónit a világon, a legjobb barátom. Annyi ereje sem maradt, hogy felkeljen. Valami nagyon oda nem illő zajt hallott a távolból, mintha valaki nevetett volna. Lento. Úgy tűnt, a csődör igazán jól szórakozik. Jaj, elnézést, hölgyeim, amiért félbeszakítom a mulatságot, de sajnos nem bírom elviselni ezt a melodrámát. Hangjából maró gúny csepegett, ahogy feléjük indult. Tedd meg, Lyra, azt mondja. Bravo, művésznő, igazán szép előadás volt. Okosabb vagy, mint hittem. És nézd azt az értetlen arcot, még mindig nem hiszi el, hogy kijátszották. Fejezd be, Lento! Bárhogyan is csavarod a szavakat, nem hagyom, hogy Pört bántsd. Ó, nem hagyod? Kérdezte a fiú 100 fogat kivillantó mosollyal, és a következő pillanatban egy laza ívben elhajította a fákját a fal mellé. A két kanca elszörnyedve figyelte, amint hirtelen magasra csapnak a lángok, mintha csak olajjal lenne átitatva a fa. Jó szagú szalma, az olajszag! Jutott Lyra eszében, és a kirakós utolsó darabja is a helyére kattant a fejében. Nem hagyod! Akkor most mentsd meg a tűzhaláltól! Igazán nem akarhatod, hogy élve elégjen! Őrült vagy! Miért mondasz ilyet a legjobb barátodnak? Hiszen látod, mennyire megkönnyítettem neked a választást. Viszlát, Lyra Heartstrings! Remélem, valóra váltod az álmodat. És hogy miért szeretem Lentót? Tehát ez a... Hogy is mondjam? Ez a tenyérbe mászó... Szociopata. Szociopata, és így valamiért... Nem tudom, mi lehet, mert lelkem legmélyén én is ilyen vagyok, tehát... Ajaj! Meneküljön ki, merre áll. Ez így abszolút, még hogyha nem is értettem teljesen, persze aztán a végén kiderült, hogy miért teszi, amit tesz, de hogy akkor még nem értettem, és talán ez volt a legnagyobb varázs az egész mögött, hogy ez egy őrült, és én őt imádom. És, de egyébként van egy konkrét kérdésem is, tehát nem csak itt nyáladzani akarok Lentóval kapcsolatban, van egy konkrét kérdésem is, mégpedig az, hogy született egy részről, tehát, mert... Nem. Tehát az elején már úgy tervezted, hogy ő lesz a végén a gonosz a csuklyások közül, aki az egész... Tehát a csuklyásokról ugyebár nem nagyon tudtunk meg semmit, csak a vége felé, és akkor is leginkább csak Lyrának a... önmonológiába, ahogy gondolkodott magába. Tehát ő volt úgy a fejedben, hogy aki megtestesíti a gonoszt, a csuklyásokat, vagy csak úgy random, ha kell egy gonosz, azt innen kikapjuk, azt összekötjük azzal, ami régebb volt, azt jó lesz ez így. Hát, nem akarok nagyon kiábrándítani egyébként.
senkit se, de annyira nem is rossz a helyzet, hogy elő kell kapni a vödörből egy gonoszt. Ez tipikusan olyan volt az ünnepek, hogy nem voltak helyzeteim, mint azt mondtam, de nagyjából meg volt az íve, hogy majd valami ilyesminek kell belőle kisülni. De hogy mi lesz benne a gonosz, az egy, nem tudtam, kettő, nem érdekelt. Mert nem ez volt a történetnek a lényege, hanem a Lyrának a személyiség fejlődése volt a lényege, amire a történet ki volt hegyezve, és minden más, ami benne van a történetben, az egy ilyen plot device, ami csak azért van benne a történetben, hogy legyen valami, ami a cselekményt így viszi előre, valami, amitől történnek dolgok, valami, amit lehet utálni, valami, ami... stb. És ilyenekből van marha sok benne, és szerintem a Lentó is körülbelül, nem tudom, szerintem a negyedik vagy ötödik fejezetnél jöttem rá arra, hogy ő kelleni fog. Ez jó. Ja, tehát nem sokkal azelőtt, mielőtt megjelent volna. És onnantól kezdve tudtam, hogy ő kelleni fog, akkor már hát ez a szokásos ilyen karakter alkotási folyamat úgy beindul az embernek a fejében, hogy akkor mi a túrónak kellene neki majd lenni. Igen. És hát szóval nem egy kikapott konzerv gonosz volt nyilván, hanem erre a szerepre lett megalkotva, hogy azért kellően geci legyen, hogy ő tipikusan egy olyas valaki, aki ugye álcázza magát, és sunyít, és nem lehet tudni, hogy mit akar. Igen. Nyilván ő nagyon jól tisztában van a saját céljaival, és mindent megpróbál azért, hogy mások ne jöjjenek rá, hogy ő kicsoda és mit akar. Nyilván semmi köze nem volt se ahhoz az iskolához, ahová elment. Valószínűleg még öregebb is volt annál, mint aminek kinézett, és ahová oda próbált beilleszkedni a többiek közé. Hogy ő tényleg egy nagyon jó sunyi karakter volt, és ő kellett oda. De szerintem ő ott jött létre, amikor biztos voltam benne, hogy már kellni fog egy ilyen karakter, akkor kigurította a kocka a jellemvonásai, a tudatalatti kocka is, és megszületett ő. Csak mert azért, tehát így a számomra Lentó, amikor felfedte igazi valóját, tehát teljesen hideg zuhany volt, mert én előtte is így spekuláltam, hogy ő így miért létezik. Tehát, hogy így ráakaszkodott Lyrára, amikor ugye először előadott, hogy hú, te jól vagy, és akkor ez a kint zenélgetnek, és így mondom, mi akar ez lenni, mondom, egy újabb szerelmi szál Lentóval, vagy majd valahogy ő fogja keverni a szart, és jobbat nem tudtam kitalálni, és hogy majd ebből lesz később valami szerelmi probléma, és így egyszerűen nem tudtam rájönni, mert ugye amikor a Lyra is előadja ezt az egészet, hogy már pedig én szerelmes vagyok, ja, de nem beléd, hanem egy másikba is segítsél összejönni vele, ő meg, ja, persze, hogy ne, így segítek, és így ez meg mi a fene? Igen, tehát így ez meg mi a fene, és amikor végre összeállt a kép, felfedte magát, akkor így én ezt az embert imádom, ember, fónit. Igen, ez jó egyébként, hogy mondasz ilyen visszajelzéseket róla, ezt még nem hallottam egyébként. Valószínűleg azért, mert többeknek nem tetszik ez a fajta karakter, és ennyire nem ásták bele magukat. Kövezzetek meg. Nem azért mondom. De nekem speciál eszembe nem jutott az, hogy nem lehet kitalálni a végéig, hogy ő mit akar. Nyilván valamilyen szinten ilyenre akartam megírni, ne lehessen kitalálni. Csak az a baj, tudod, amikor az ember írja, biztos jártál te is így vele, hogyha írtál hosszabb tudszokat, vagy rövidebbeket is, hogy annyira triviális neked, amikor írod, hogy eznek majd az lesz a vége, de próbálod elrejteni az olvasó elől, hogy ne jöjjön rá. De vajon jól csináltad? Nem tudod, mert te már tudod a végét. És ezért azt nem fogod már soha, a saját írásaidnál soha nem fogod már átélni, hogy milyen lehet legelőször elolvasni. Én nekem nagyjából sikerül, mert én 3 hetente elfelejtem azt, ami 3 héttel azelőtt történt. Úgyhogy nekem már néha sikerül úgy visszaolvasnom a saját történeteimet, hogy nem tudom, hogy mi a vége. De azért az ilyen nagyon nagy csavarokat az ember megjegyzi, ha ő írta. Igen. Tehát a Lentóra eszembe nem jutott volna, hogy bárki így gondol rá, hogy nem lehet kitalálni, hogy mit akar. Úgyhogy én marhára örülök neki, hogy így sült el a dolog. Igazából a Lentónál én is eléggé meglepődtem, amikor így kiderült, mert nekem úgy volt, hogy egy ilyen full laza karakter, aki egyfolytában piál, meg még ki tudja, hogy... Piál, meg ló, gitározik, igen. Tolja az életet. Tehát hogy Lyrának valami baja van, akkor csak kimegy hozzá, őt lazán gitározik, közben segít neki egy ilyen
hippi. Egyébként bennem, ez most így nagyon off, de bennem még az is megfordult egy ponton, hogy így lentom meleg. Tehát érted, ez a... Hát igen, mert nem akart semmit. Igen, tehát ez a milyen férfi tűri meg azt, hogy egy lány oda megy hozzá, nyakába borul és segíts összejönni egy másik fiúval, anélkül, hogy legalább lerögné magáról, vagy valami. Tehát ez a nem fogsz vigyorogni, és ez a persze, hogy ne, tiéd vagyok. Hát meg különben is, még ha az élet lenne, oké, de ez egy romantikus történet. Olyan, hogy van benne egy karakter, aki nem akar senkit, és semmit, az már milyen gyanús, nem? Igen, tehát ez a... biztos buzi vagy valami. Meg amikor leitatják Lyrát, tehát ez a issza a papír zacskóból a piát lentolt gitározik le, ott is csak így lazán fekszik, vagy ül, és így pengeti a gitárt, és így zsír, zsír, zsír. Zsír, zsír. Aztán kiderült, hogy miért pengette a gitárt. Az is egy kultúrsak. A halál hangszere? Igen. Olyan ismerős ez a cím valahonnan. Az, hogy Pearl számomra, egy kicsit furcsán éltem meg Pearlt, mert most mit mondjuk, tehát amikor jobban kibontakozik előttünk, az kétszer van, ugye a történet elején és a történet végén. Tehát az elején, ugye ez a, úgy ismertük meg, hogy ő ez a teljesen energetikus, oda és vissza van ugye Spitfire-ére, és akkor mindenre képes lenne, értem még, hogyha kicsit félve is az elején, de akkor is megy és hajrá, mert Spitfire a legjobb. A végén pedig, amikor Lyra bepipul, akkor még így teljesen meghunyászkodik. És ez abszolút mindenben igazat ad Lyrának, meg se próbál harcolni igazáért. Tehát ez a, ami gyerekként jellemző volt rá energia, én úgy érzem, hogy ezekre a tinédzser korára így kiveszett belőle. Nem tudok erre sem túl sok jót mondani. Lehet, hogy elbénáztam. Mint azt említettem, ez nem egy olyan történet, amiben nem lennének hibák. Valószínűleg, ha úgy érzed, hogy ilyen össze-vissza jelleme van neki, akkor könnyen lehet, hogy össze-vissza jelleme van neki. Egyfelől, másfelől meg azt is látni kell, hogy mindegyik karakternek szörnyű sokat változik a jelleme az elejéhez képest, a végére. Tipikusan a bőgő masina Forge-ból lesz a macsó Forge. Igen. Lyra az egyébként is egy olyan karakter volt, hogy egy ilyen magának való, csak zenének élő valami csoda már pici korában is, de utána meg, hogy amilyen flagma, ilyen pillanatember lesz belőle azután az első fejezet után, az is egy elképesztő dolog. És hogy Pearlből miért lett a végére olyan, azt nem tudom. Igazából, ha jól emlékszem, Pearl az elején is visszahúzódó volt így osztályterén is. Igen. Most betudhatjuk annak, hogy amikor fent vannak a felhőkön, akkor csak az adrenalin, meg úristen Spitfire, és így azt pörgette fel. Lehetséges. Most azt nem tudom, hogy ami nekem megvan, hogy Pearlnek a tipikus jellemvonása volt, amikor ő fel lett építve, az, hogy ő álmodozó. Hogy nem ér semmi másnak, csak a saját álmainak. És nyilván neki volt egy marha nagy álma, ugye a Spitfire-os poszterje meg, hogy ott lehessen és ezt megnézze. És erre lett aztán felépítve a nem tudom én hanyadik fejezet, amikor mennek megnézni. És hogy ott aztán kiáll-e a saját magáért, vagy miből vontad le azt a következtetés, hogy ő ott bármennyire is egy karakánabb valaki csoda lenne, mint a végén. Hát ott a fejesnek a fia volt az, aki ugyebár le akarta úgymond győzni Spitfire-t azzal, hogy nem indult volna. Igen, és ott, jól emlékszem, Pearl mondja az apjának bent, a nagy, hogy hívjáknak, aki a Thunderboltsnak az igazgatója, tehát bemennek, és azt hiszem, vagy ő, vagy Lyra, már nem emlékszem, picit ködös, de mint hogyha Pearl mondta volna, hogy akkor ez nem lehet meg, ez ilyen, meg olyan, meg elég sokszor felcsattam, hogy ez igazságtalan. Aha. Jó, igen. De mondom, elég képzelhető, hogy vannak benne ilyenek. Én azt gondolom, hogy azt hozta ki belőle, ha most meg kéne hirtelen indokolnom ezt a fajta fellépést, hogy tényleg a saját kedvenc csapatáról volt szó, illetve ugye többen is voltak ott, akik jól láthatólag kiálltak mellette meg az igazáért. Tehát nem saját magának kellett csak ott elvinnie az egész balhét, hanem ott volt vele a
több haverja, meg több Pegazus, meg ugye. Igen. Amit tudom én kicsodák, ezért én nem érzem ezt akkora marha nagy ellentörésnek, de lehet, hogy elbénáztam, mondom, nem tudom. Ezt egy utólag igen, megmondtad. Tehát hogyha kicsit úgy gondolok rá, mint erre a szituációs karaktere, tehát hogy éppen a környezete határozza meg, hogy végül is hogy érez, akkor működik úgy azért, mert végül is azon a ponton ő igen nagy valószínűséggel elvesztette az egyik legjobb barátját, és így ugye ez a jobb híján nem tud más csinálni, csak hogy ugye megy, és ez a bocsáss meg, mit tehetek érted, persze azon a ponton meg már Lyra, már csak karakterétől függően, és azt mondja, hogy semmit, menj innen, és mivel ugye ez volt a kérdés, pörleszt így teljesítés, elvonul minden további nélkül. Tehát, hogy végül is én ezt így tudom vele beazonosítani. Igen. Meg nem is állt volna jól a történetnek, hogyha így az egész minden pörgősön meg így, hát srácok, ne, please, ne. Tehát oda kellett, hogy kicsikét ő is jobban belefoljon a történet folyásába. Igen. Ja, igen. Én ezt nem tudom megindokolni. Ez biztos, hogy nem egy tudatos döntés volt, hogy ez ilyen lett. Ugyanakkor a gyerekkori bátorsága visszatér, amikor mondja Lyrának, hogy jöjj meg. Tehát, hogy amikor tedd meg, akkor azért meg mégis visszatér a gyereki bátorsága. Gondolom én most ezt így hirtelen. És ha nem kétségbeesésében mondja, mert most már úgy sincs mit csinálnia. Végül is igen, az is jogos. Tehát most nem voltam még ilyen szituációban, remélem nem is leszek, fogalmam sincs, mit mondanék, vagy mit tennék. Ja, igen. De lehet, hogy azt is csak azért mondta, hogy te hát rá is legyen a jelenet. Ja, igen. Na és ezen felül, hát eléggé ugrálunk úgy a storyline-ba, de hát... Nem baj, hát ez van. Ez van most. És miért döntött úgy Lyra, hogy Haninát ildomos a történeteire, tehát hogy elmesélje, mert hogy előadta ezt amióta elmenekült onnan bombonon kívül, senkinek nem mondta el, esetleg egy-két ember részleteket tud belőle. Egy-két póni? Egy-két póni. És így esetleg titkon remélte, hogy elmondja valakinek, kiadhatja a bánatát, és akkor majd Haninát fogja, és így megy tovább a... Ha már úgyis utazó vándor. Megy tovább a végtelenbe. És megy tovább, és üzleteket köt, és el is felejti ezt az egészet, de legalább ő elmondhatta. Igen, ez, most... volt, ez volt az alapötlet, és később már sokkal közvetlenebb, meg ugye már borral megy át, meg estébe. Tehát, hogy úgy közbe kedvelte meg, vagy az elején is volt már úgy, hogy most már ideje kiadni a magából ezt. Hát nem tudom. Ugye az egész ott kezdődik, a legtriviálisabb válasz, hogyha alájára nem kezd el mesélni, akkor nincs történet. Tehát muszáj volt neki elkezdeni. Most igen. Keressük amúgy is a kárkán a csomót, de hát ezért kell vikázni. Igen. A másik pedig, hogy miért kezdte elmesélni, ez nem egyébként olyan sokkal nem történik később, mint hogy Lyra a pónibőbe költözött. Mit tudom én, egy másfél évvel később lett az egész. Tehát nem arról van szó, hogy 20 évig ült a titkon és nem mesélte el senkinek, hanem szimplán csak idáig még nem is került annyira közel senkihez sem, hogy bárkinek elmondjon bármit. A másik pedig, hogy igen, az bőven benne van egyébként, az terv szerint van benne, hogy a Haninát ő úgy is mondja neki, meg hát ezt is kérdezi tőle Lyra, hogy sokat utazik-e, és ugye mondja, hogy persze, hát addig van itt arra 3 napig, ami háta van a pihenőjéből, és ezért Lyra kevésbé érzi kötöttségnek elmondani egy olyan idegennek, akivel aztán simán lehet, hogy a büdös életben többet nem fog találkozni. Így első körben. A második körben meg a Lyra-nak a személyiségét az én történetemben, ami ugye abszolút nem kánon személyiség, az határozza meg, főleg ami az első fejezetben történik vele, és ettől lesz egy olyan beállítottság, hogy különösebben nem fél semmitől gyakorlatilag, mert hogy ugye most már ezek után mi a túrótól. És ezért nem gondol semmi következményt abban, hogy mi lesz akkor, hogyha ő most ezt a történetet elmondja annak a valakinek, aki éppen speciál kíváncsi rá, és meghallgatná. És utána, miután már egy ilyen elhatározásra jutott, ezért aztán pedig már teljes messzélességgel kitart mellette. Ez meg olyasmi, amit a faterjától örökölt, mert az apja is egy ilyen
típusú póni volt, aki teljes, hát hogy mondjam, szóval teljes szívvel állt bele a dolgokba. Ennyit tudok erről elmondani. Valószínűleg valami ilyesmi volt benne. Ha nem tűnik reálisnak, akkor meg nyilván csak azért, mert ennek így kellett történnie, és ezen a részen túl kellett esni a történetben. Valahogy úgy, hogy ne menjen el rá 50 oldal. Végül is. Ez tipikusan azok, tudom, amikor kilóg a lóláb. Amikor megkérdezitek az írót, hogy na és ez mi, és akkor biztos van rá valami nagyon jó fenkölt magyarázat, de nincs. Ez van Sprite. Jaj. És mi is volt pontosan Halinatnak a cutie márkja, mert próbáltam megkeresni az írásba. Mi? Nincs neki említve. Ez az, hogy próbáltam megkeresni még így, most is mindenféle cool szavakat keresve, és így nincsen, mert... Sőt, ha megnézed, a póniknak a színe sincs leírva a legtöbbször. Nem véletlen ez se. Vannak ugye olyan fanfic írók, akik azzal kezdik, hogy és akkor bejött egy barna, szőrű, kék, sörényű, piros, szemű, kettő darab légy a fenészes kenyéren cukijegyű, egy szarvú, akinek a mágiájának a színe sárga volt. És akkor WTF, így lehet írni történetet? Nem lehet írni történetet. Kell annál több információ, hogy az olvasó írtán értse azt a jelenetet, hogy mint hogy mit tudom én, van két pont, azt akkor beszélnek? Nem, az mindenkinek működik a összes történetben, hogy nem írják le a tulajdonságait az embereknek, akkor a pónit meg nem kell szintén leírni a tulajdonságait, csak ha nagyon számít. És ezért nincsen nekik se cukijegyük, mert nem számít, se olyan színük, ami speciál, nem kerül elő valamiért teljesen explicit módon a történetben. És aztán ebben persze futottam bele kellemetlen helyzetekben, amikor ugye többen megpróbálták lerajzolni őket, illetve képregényeket csinálni a történetekből, hogy na jó, de mégis hogy néznek ki? Ha? Ez kérlek szépen, művészi szabadságra van bízva. Mindenki úgy képzelje őket, ahogy szeretné. Ennek ellenére a Masamunyától kaptam, tőle kaptam azt hiszem, egy jó haninatos képet, ott speciál egy gesztenye neki a cutie márkja, és végül is miért ne lehetne gesztenye a cutie márkja? Végül is beletjön. Igazából ez a cutie márkos kérdés azért volt fontos, mert hát elég sokat beszélgettem Gravinggel, és nagyon rám akasztott ezt a magic point, tehát ami nála van, hogy minden ilyen mágia, olyan mágia, és igazából, ha megnézzük a kánon szereplőket, akik úgy többet is szerepelnek, és unikornisok, mindegyiknek van egy különleges varázslással kapcsolatos tehát képessége. Tehát például Rarity-nek ott vannak a kristályok, mert ilyen kristálydetektor van a szarvába például. Twilight, ez az meg maga a varázslat, szóval ez külön. És így pont, hogy Haninat is unikornis, viszont neki nem nagyon van meg ez a különleges képessége. Nincs, igen, ezen röhögtünk is egyébként. Graving nagyon jól tud ezekről a varázsblablákról. Igen, két oldalas előadása a Varázs Akadémián. Igen, azért neki ezt használom megy. Ezzel szemben viszont, ha megnézitek az összes történetemben, az összes egyszarvú olyan, hogy nem tud varázsolni. Ez valószínűleg azért van, mert hogy vagy nem vettem rá a fáradtságot, hogy még nagyon beleássam magam ezekbe a dolgokba, vagy csak fárasztó volt kitalálni, vagy bármi, de nekem nincsenek ilyen varázsblablám. Jó, egy pár van, de ennek ellenére valahogy mindig béna egyszarvúkat tudok csinálni. A Haninatnak is mi a legnagyobb képessége, hogy meg tudja hámozni a gesztenyő varázslattal. Igen. Lájra, tudjuk, hogy Lanton játszik. A Pearl, semmi. Hát őket tipikusan ilyen, hogy mondjam, erre a büfé szakokra vették fel az egyetemre így. Hát azért valószínűleg, hogy aztán a fejpénzt felvegyék utánuk az államtól. Körülbelül igen. Egyedül a Forge, ő tud valamennyire varázsolni, de ő is mit, hát hegeszteni tud. Ilyen fémbűveségek, körülbelül ennyi. Szóval be kell lássuk, nem azok a tipikus ilyen Twilight Sparkle szintű varázsló egyszarvúak ők, akik a mágiának, mágia tudományoknak a mély bugyraiba beleásnák magukat. De egyébként nekem az jön le inkább a sorozatból is, nem, hogy az egyszarvúak inkább olyan ösztönösen tudják ezt így használni. A legtöbben
jó, levitálnak dolgokat, az tök természetes. Valószínűleg ugye a csigók is a patájuk után elsőnek a levitáció varázslatot találják meg, meg a ilyen hasonlókat. És utána meg a bonyolultabb dolgokhoz, meg nem ért egyik sem. Maximum, ami éppen a szakmájához, hogy valamihez kell neki egy-két varázslat. Például Rarityt nem láttuk még teleportálni. Lehet, hogy nem is tud. Több, mint valószínű. De azt sem tudom, hogy ugye, hogy tanulnak varázslatokat az egyszarvú. Mert nyilván nem, ugye a könyvben van leírva, hogy milyen szavakat kell elmondani. Hát bele hozzá kell menni a könyvbe, ezt Twilight megmondta már. Bele kell épülni a könyvbe, és úgy működik. Lehet, igen. Szóval ez a mágia része nincs teljesen jól kidolgozva a kánonba se. És én sem nagyon szerettem magam eddig belásni, vagy lehet, hogy kihívásnak írni fogok egy egyszavús könyvbe. De mindegy, hála Istennek vannak ilyenek, akik ezt nálam sokkal jobban csinálják. Úgyhogy aki Magic Pornt akar olvasni, az Leylinget olvassa. Jaj. Na és akkor még egy kicsike kis visszatérés Bombon és Lyra kapcsolatára, hogy ő Bombon az eredendően miért is ennyire kedves Lyrával? Tehát, hogy ez már csak a személyiségéből jön, vagy megsajnálta, amikor elmesélte a történetét, és random oda került Ponyville-be, vagy kicsikét van valami a háttérbe, tehát ott is elmennek egy velencei hajóztatásra, vagy valami? Én nem szeretném, hogyha elmennének egy velencei hajóztatásra. Az nem az én headcanonom. De most már eléggé beleépült a sorozatba azóta. Hát, pff, és? És? Na jó. De igen, szóval, ami a második évad után történik, az nem kánon. Jó, tudom, oké. Ezt mindenki befogta a fülét, mert biztos sokan vannak, akik ettől falra másznak, de tényleg, hát amilyen rombolást végig lehet vinni a kánonba egy-egy résszel. Jaj, kedvencem a Griff Királyság, de bele sem megy. Igen, szóval, igen. Hogyha az kánon. Érted? Igen, az kánon. Azt hallottuk Gravingtől, mert pont a rész utáni héten jött, és így Griff Királyság, elbaszták, nem működik, nem jó, azt mondd már ki. De most tényleg, hát az szörnyű. Na mindegy. Úgyhogy azért mondom, hogy ilyenekben én nem mennék bele, de egyébként nincs is. Direkt azért nincs is túl ragozva benne sok minden, hogy az emberek a saját headcanonjukkal, a saját fantáziájuk szerint tudjanak rajta kiegészíteni bármit. Az enyémnek nem része az, hogy Lyra meg Bombon között bármi lenne, de ha valaki azt szeretné, hogy Lyra biszexuális legyen tőlem aztán nyugodtan, sőt, nem zavar különösebben a dolog. Egyébként ebben a történetben, mint azt észrevettétek valószínűleg, Bombon nem egy kidolgozott karakter. Tehát az ő egyetlen jellemvonása az az, hogy aggódik Lyraért. És agresszív. Hát, de ez csak ebből származik. Ez már ennek a következménye. Úgyhogy ő egy abszolút ilyen mellékkarakter benne, és nincs jól kidolgozva. Én annyit tudok elgondolni kettőjének a kapcsolatáról, ami le is van írva a történetben, hogy miután Bombon akkor a házban lakik, hogy neki volt egy emelete, amit ki tudott adni bérbe, és Lyra pedig ugye úgy jött meg Ponyville, hogy keres magának valami kiadó cuccot, tök véletlenül, mert hogy ugye valahová kell neki költözni, oda beköltözött felülre, mint ahogy Pinkie Pie meg beköltözött a kékéknek a házának a tetejére. Ugye miért ne történhetnének ilyen véletlenek, és azért vannak marha jól meg egymással, mert Bombon szereti az élőzenét, Lyra meg örül neki, hogy tud hol lakni, meg szereti a sütiket, amiket a Bombon csinál, és tök jól megvannak egymással. Én azt gondolom, ennél nagyon más indok nem kell. Ha valakinek kell még indok, a saját kis fantáziában nyugodtan találhat ki mindenféle jobbofa indokokat, de én pláne ennek a történetnek a keretein belül nem mentem messzebbre. És most én szeretnék illetve kicsit visszautalni, még mindig maradnék a karaktereknél, mert ugye Lento hidegzuhanyos csavarjával szemben volt egy olyan csavar, amit szerintem legtöbbünk látott mérföldekről, az pedig Kárt volt. Bíztam benne, hogy lehet látni mérföldekről, igen. Igen, és ez a vele kapcsolatban is az volt a benyomásom, hogy jó van barátja Haninátnak 1000 éve, meg
stb. De hogy nekem az volt benyomásom szerencsétlen Carttal, hogy ő csak azért van a sztoriba, hogy ott legyen egy ilyen csavar. Hogy összevesszenek egy kicsit Lyrával. És ez nem tudom, hogy ez hogy történt igazából. Így. Te fejed, igen? Így, igen. Csak azért, mert megint, bocsánat, félbeszakítalak, ugye ez megint az epilógusban volt, hogy szerencsétlen Carttot, hogy sajnálod, hogy ez a szarkeverő szerep jutott rá. Igen, és ráadásul mindössze ennyi, mert azért elkaphatott volna bőven pár jelenetet. Igen. Még akár. De hát ugye Hanenapnak meg a saját barátai nincsenek túlzottan kidolgozva. Az egy dolog, hogy aztán Perth később feltűnik, ugye a fogyott lángban is, de... És lelőtte a következő kérdést. Ők azért nem egy olyan túlzottan jól kidolgozott karakterek, és hát nem mondom, hogy gyakorlatilag csak ezért vannak benne, de ez tényleg egy olyan csavar, amit én is az elejétől kezdve, hát nem az elejétől, mondjuk a második fejezettől kezdve biztos voltam benne, hogy benne lesz. Uh-huh. És ez tipikusan nyilván egy olyan rájátszott dolog volt, hogy ezt az olvasónak tudnia kell, hogy ez benne lesz. És miután Hanenapnak ilyen a személyisége, már az olvasó előre tudott röhögni rajta, hogy ez az állat, bazd meg, hogy nem jött rá, hogy mi a fene folyik itt, ez volt a célja gyakorlatilag, igen. Az nagyon sikerült, az biztos. Csapkodtam is a fejem, hogy lehet ekkora, fú, mindegy. Ja, igen. Na hát ez pont ezért került oda beleírásra. Ez a, ha nagyon Captain Obvious lett a vége, akkor bocsánat, de mint azt említettem, második történetem, szóval mentségemre szolgáljon az ilyen nagyon triviális megoldásoknál. Igen. Ezen fel, ha már úgy is lelőtted, hogy a fagyott lángba Perth benne van. Benne. De hát aki elolvasta, úgy is tudja. Easter egg-ek. Én nagyon szeretem az ilyen kis utalásokat, átfedéseket. És hát mondjuk te írásodban annyira nem, de Graving írásodban annyi utalás van a tieidre, meg mondta is, hogy összeolvasztjátok az univerzumotokat. Hogyha ez, nem tudom, ez most publikus, nem publikus. Publikus, ha valaki észrevette, és a körülünk neki. Meg bele is van írva, tehát... Wow. Tehát így, hogy ott is, hogy már ott is úgy van beleírva Perth a fagyott lángba, hogy árulja ezt a dió pálinkát, vagy dió likört. Ja, igen, igen. És hogy ez most a karakternek a tovább gondolása, vagy csak úgy gondoltad, hogy jó pofa lesz oda beleilleszteni? Nem, teljesen véletlenül született oda. Ez általában úgy szokott lenni, hogy ez, amikor gondolkozol rajta, hogy ide kell egy karakter. És vajon milyen karaktert tegyek ide be? És akkor általában felszokott merülni az emberben, hogy azért csak be ki lehetne tenni egy olyasmit, akit már ismernek az olvasók máshonnan. Hogyha be lehet tenni olyas valakit, akire tényleg nem számítanál, hogy ott van, és így bepakolod, akkor az néha az olvasóban ilyen tök jó érzéseket lehet azzal csinálni. Kicsi a világ, de ez annyira része a valóságnak is, nem, hogy mész valahova, és akkor szemben egy olyan ember, akit ismersz valahonnan. Kicsi a világ effektust jó poén beletenni szerintem. Én már kifejezetten imádom az ilyen dolgokat. Ja, abszolút. Egyébként nekem van egy lehet kicsit övönaluli kérdésem ezzel, de ugyanezzel kapcsolatban, mert ugye mit árul Perth csak ebben a kis futószereplésében, dió pálinka, dió likör? Hát nem árul, hanem így elajándékoz. Hát csak ajándékoz, igen. Egy ajándékoz, de ugye előkerült ez az ünnepekben, hogy szeretne megállapodni majd Haninat, letelepedni, és hogy mit akarna ő csinálni, hát dió pálinkát, meg ilyen egyéb dolgokat. Hát ezt konkrétan ketten tervezgetik az egyik jelenetbe. Igen, igen. És még meg is állapodnak abba, hogy a Perth hány hordót kapna a szállításért cserébe. Igen. Hát ezek szerint kapott is. Igen, akkor ezek szerint kapott. És akkor ezek szerint meg is állapodott. És akkor Lyra meg... Vagy ez már túl sokat gondolok bele. Nincs benne a történetben. Fogalmazzunk így, hogy erről nem szól a fáma. Jó, rendben. Nekem vannak különböző tippjeim, amik, ha voltatok olyan jófejek, és tudom, hogy ti jófejek vagytok, hogy elolvastátok a többi szart, amit írtam, akkor sejtitek, hogy az én fejem tele van hülyeségekkel, és viszonylag sötét hülyeségekkel. Szóval... Én nem gondolom azt, hogy annak a történetnek egy nagyon nagy happy end lett volna a vége, de ezt én nem is szeretném megírni ennek a folytatását. És
Nem gondolom azt, hogy el kéne baszni, mert az ünnepek az egy viszonylag vidám történet, meg egy olyan pozitív. És most még beleerőszakolni az én sötét elvetemült elképzeléseimet arról, hogy mi lehet a következő fejezet, ez nem biztos, hogy tetszene azoknak, akik ezt elolvasták és azt mondták rá, hogy ez egy tök jó történet. Úgyhogy lehetséges, hogy ha majd olyan kedvem lesz és tudok megint valami nagyon vidámat írni róla, nem tudom miért, mert elszívok 3 füves cigit vagy bármiért, akkor lesz majd neki egy olyan folytatása, ahol Hanilát tényleg letelepedik és majd a Lájrából valamit csinálnak. Addig meg nem lesz neki ilyen folytatása, illetve legalábbis én nem tervezek neki egy ilyet írni. Még Pörszel kapcsolatban van egy... nem is annyira kérdés, csak egy érdekes dolog. Tehát ugye amikor leütünk ezeket a kérdéseket, meg így átgondolja, hogy mikre kell rákérdezni, én így egyből az voltam, hogy mondom így a Pörsz az minek? Tehát a Pörsz az nem csinál semmit. Mondtam a magamét erre, Flanki. Már nem emlékszik, mit mondott. Éppen cigiztem hazafel a Lidlből, régen volt. De így mondja, hogy dehogy nem, nagyon is fontos karakter volt Pörsz. Most az egy dolog, hogy mondtad, hogy sajnos nincs eléggé kidolgozva, mert nem ő volt a lényeg. De hogy nagyon is fontos, mert azzal a körülbelül 3-4 megjelenésével ugye mindig tovább viszi a történés. Most gondolok én arra, amikor ugye Haninat így maga alatt van a történések miatt a kávézóba, és akkor megjelenik Pörsz, hogy na most akkor, öcsém, összeszeded magad, mert különben én teszlek helyre. És hát nélküle nem lett volna meg, ugye, nem... Tehát, hogy nagy mértékben megváltozott volna a sztori és annak hangulata, ha ő nincs. Így, ahogy mondod, egyébként ez jó meglátás, én is azt gondolom. A Pörsz, ő a abszolút anyagias földhöz ragadt, és milyen vicces, ahhoz képest, hogy Pegazus igen. Oldalát személyesíti, igen, egy tagadt Pegazus ráadásul személyesíti meg, és aztán a végén meg tényleg földhöz ragadt, mert ugye már nem bír felszállni állítólag, hát nyilván fel tud, de mindegy. Szóval ő ezt személyesíti meg a történetben, és kell egy ilyen ellensúly, mert egyébként mindenki annyira el van szállva. A Halinát az főleg, ő abszolút semmi köze nincs a valósághoz. Főleg vannak olyan témák, ezek a mindenféle ilyen szerelmi élet, meg ilyen témában, annyira semmi köze nincs a valósághoz a csórinak, hogy kellett valaki, aki néha így egy jól sikerült pofonnal visszatéríti a helyére, igen. Igen, tehát ez a hogy Haninat is mennyire ez az álmodozó, és mennyire a felegek között van, én így körülbelül, lehet egy kicsit későn, de így akkor döbbentem rá, hogy ez mennyire el van szállva, amikor nekiálltak, mi az a jégen? Korcsolyázni. Jégen korcsolyázni, és ott elkezd egy gyerekeket kergetni, csak azért, mert Lyra van. Tehát hogy Lyra ott van vele, én körülbelül egyetlen indokát ennek látom. Hogy mert ott van vele Lyra, és akkor tényleg most boldognak kell lenni, és happy meg minden. Tehát, ja, Haninat az be van szívva folyamatosan. Hát ő egy ilyen karakter, jó. És utána meg adja ezt a tudatlan tinédzser diákot, hogy és akkor mondd tovább, mi volt még a sztoriban, csak mert jó pofa akar lenni, meg mit tudom én. Szerintem persze nyilván előbb-utóbb mondja, hogy tényleg kíváncsi is a sztorira, de így csak be akar vágódni Lyránál, meg mit tudom én. Nem tudom. Haninat az számomra, hogy nagyon, akármilyen is legyen, az nagyon jó pofa, nagyon... Tudok vele azonosulni. Vele is, meg a Lendóval is. Meg a Lendóval, így a két véglettet tudok azonosulni, hogy mi vagyok én. Mai napig megvannak a fejedben a karakterek, vagy már elfelejtetted a személyiségét, de szerintem eleget beszéltünk arról, hogy felidéződjön az egész. Fel tud idéződni, meg hát az nyilván egy olyan dolog, hogy ha kellene, akkor visszaolvasom, hogy mi a túró is volt azok a régi karakterekkel. Egyébként könnyű elfelejteni főleg részleteket róluk. Van, amik pikpak kimennek a fejemből. Tényleg inkább az ilyen háttér információk, meg apró sztorizgatások, azokat úgy lehet gyorsan előszedni, hogyha az ember visszaolvassa, amit ír. De igen, hát szóval őrizgetni nem őrizgetem őket. Csak ha tudnám, hogy van valami, ami miatt elő kéne szedni, akkor fel lehetne őket eleveníteni. De most így zombiként nem kóvályognak ott a fejemben is. Ja. És azóta már tudok nyugodtan aludni. Nem térnek vissza álmomba folyamatosan. Ez a kérdés végül is arra lett volna kíváncsi, hogy nincs olyan, hogy
hogy éppen az ember ez le tud ülni tényleg kicsit nyugodtan, mit tudom én, pohár borral a kezében, és hátradől, és akkor egyszer csak így Haninat bekapok, hogy te, gesztenyét sütögetünk Lájra, ha nem jössz. Hogy ilyen nincs. Ritkán szokott lenni, de egy picit kénytelen vagyok ilyenkor visszarugdosni őket a szekrénybe, és rájuk zárni az ajtót, mert van egy csomó más karakterem, akiknek viszont kellene mozogniuk a táncparketten vagy a színpadon, és jobb lenne, hogyha ők mozognának, nem ezek a régiek. Álomcsapdába zárod a régi karaktereket. Igen, mondhatjuk így is. Szóval, ha az ember túl sokat foglalkozik a régi karaktereivel, akkor az újaknak nem jut elég idő. Igen. Ja. Ezt így látom megtörténni. Igen, de néha eszem, mert ugye az embernek folyamatosan pörögnek a fejében a következő fiknek az eseményei, meg a következőnek, meg a következőnek, már legalább olyan szinten, hogy egyáltalán lesz ilyen, meg hogy mi lesz benne. Ja. És olyankor azért néha előkerül, hogy előmerjem venni a szekrényből ezeket a karaktereket még egyszer, vagy hagyjuk őket pihenni. És akkor gondolom, hogy Percy is így íródott bele. Nem, mondom, az véletlen volt, az tipikusan egy ilyen módon, ide kell egy ilyen karakter, mert ne legyen Percy. Az tök jó poén lenne, hogyha Percy lenne. Wow. Hát igen. Ilyenek. A folytatáson már beszéltünk, hogy három füves cigi kell ahhoz, hogy esetleg megért. Igen, nem mert tudom. Mert nem akarod elrontani. Filóztam rajta, főleg a izébe látszik a epilógusban, hogy vajon lesz-e következő. Igen. De, mint azt oda is írtam, nem biztos, hogy én fogom megírni. És mert... akkor erre, hogy valaki más veheti a bátorságot, hogy folytassa a történeted. Hát de, miért ne? Nincsen benne semmi nem védettem le a karaktereknek a jogait, például nincsenek bejegyzett trademarkok rajta, úgyhogy nyugodtan bárki hozhatja, viheti. De hát szerintem egyébként is az ilyen headcanonok között viszonylag nagy mozgások vannak, ha bárkit érdekelnek ezek a dolgok. Tipikusan ugye a Gravinggel szoktunk így járni, hogy tud belerakni a világába olyan dolgokat, amiket én is pont úgy képzeltem el, és akkor azokat én nyúlom, hogyha ő talál egy olyan szimpatikus dolgot az én cuccaimba, akkor azokat ő nyúlja. Egy dologba egyeztünk meg, és szerintem ez a normális, hogy az ember legalább odaszól, hogy te figyelj, ezt elviszem, ezt a izét val egy picit, és akkor, ha megírtad azt a fejezetet, akkor meg megmutatod, hogy na, izé, hű lett, vagy nem lett hű. Jól sikerült, nem sikerült, jó. Cső, ennyi nem. Most ha te is csinálsz bármit a fandomért, hogy rajzolsz, írsz, vagy akármi, nem fogod azt mondani, hogy te pedig fiacskám, fizessél 60.000 forintot, ha ezzel a karakterrel akármit akarnál csinálni. Á, fenét, vigyétek, nem? Hát azért csináltam én gyerekem, tiétek. Örülök neki, hogyha szeretitek. Örülök neki, hogyha ti tudtok vele valamit kezdeni. Nyugodtan, miért ne? Csak akkor legalább szóljon. Hát a nulladik szabály. Hogy mondjam, az egy aranyos dolog, hogyha valaki szól, mert egynek akkor te tudsz róla, kettőnek viszont, ha figyelitek a cuccokat, amiket én kipakolok a netre, azok mindig ilyen Creative Commons license alapján vannak kipakolva, és annak a megkötései gyakorlatilag nem az, hogy szóljon, hanem forrás megjelölés, tehát írja oda az aljára, hogy ez a hülye gyerek nyomán teszem azt, hogyha ír valamit, vagy ha felvesz egy képet, vagy ha kiszed egy idézetet, mert ugye nyugodtan, ha arról van szó, hogy egy oldalt be akar tenni egy szakdolgozatba, vagy bármi, megteheti, mert Creative Commons License alapján ott van, csak írja oda, hogy honnan szedte. De azt írja, hogy ezt én írtam. Ne felejtsük el kilinkelni mi is a videó alá. Illetve még egy kérésem van általában, hogy ne add el. Ja, persze, természetesen. Mert ha valaki fogja a te cuccodat és épít rá bármit, és aztán abból ő meggazdagodik, hát ne haragudj már. Én se azért csináltam, hogy abból bár nekem marha nagy lóvéim legyenek, hanem ezt tényleg szívemből kipakoltam a közösbe az asztalra, hogy mindenki azt kezdje bele, amit akar, és ha ezzel valaki tud valamit kezdeni, akkor az marha jó, és akkor tegye vissza be a közösbe, hogy bárki más is tudjon vele. Ugyanúgy ingyen, ahogy én adtam bármit kezdeni. Ennyi megkötés van benne mindössze. Általában, de ez igaz az összes többi történetre is, hogy nem hiszem, hogy bárki lenne olyan elvetemült és eszébe jutna egyébként feldolgozni,
De akkor is csak ennyi. Lehet belőle filmet csinálni. Hollywoodi producereknek tudom javasolni. Majd a jó díjakról egyeztetünk. Lehet belőle képregényeket csinálni, lehet rajzolni hozzá. De miért jutna bárkinek az eszébe az én hülyeségemről rajzolni, amikor a saját hülyeségéről is rajzolhatna? Ez tényleg esetleg az ilyen képregény gyakorlásoknak lehetne esetleg alanya. Ha valaki nem akar egy történetet kitalálni magának, akkor legalább itt van, de azt lehet rajzolni. Ugyebár még itt, tehát így szerintem már eléggé befejeztük a fanfictionnek a kitárgyalását. Beszéljünk egy kicsit most tehát egy olyan dologba, ahol ugyebár kritikus vagy most meg. Hát részt vettél az előzőn is, a Scriptoriumról. Azért az, hogy kritikus vagyok, az egy nagyon-nagyon durva mondás. Ezért, mintha azt mondtad volna, hogy író vagy. Hát kritikákat írsz a beérkezett művekre. Igen, de szoktam. Azt egyébként nem biztos, hogy tudjátok, de én animékről is sokat írtam kritikákat. Van is egy fasza jó oldalunk. Ez nem a reklámhelye, úgyhogy nem mondom meg, hogy hol. De van egy jó oldalunk, és éppen ebből adódóan szeretek ilyen hülyeségeket írkálni, ahol jól megfikázunk dolgokat. Nem úgy, hogy fik analízis, hanem hogy rendes, hagyományos fikázás. De azt is hozzá kell tenni, hogy ez olyankor, amikor olyan embereknek a cuccairól írsz, amikor azok az emberek biztos, hogy nem fogják elolvasni azt, amit te írtál, akkor ez egy nagyon hálás dolog. Mert akkor össze-vissza írhatsz minden hülyeséget, és nincsen neki tétje. Mert ha például animékről írsz, persze, vagy biztos, hogy a japán csávó nem szorik rá nagy ívben, hogy te mit írtál az ő animéjéről. Na a fenét. Na most ennél aztán sokkal fontosabb, hogyha az ember fanfictionökről ír bármilyen kritikát, mert olyankor aztán ugye felvetődik az a kérdés, hogy ezek után az író vajon mit fog csinálni a te kritikáddal? És tegyük hozzá, elviszi hogy itt leginkább első alkotásos írók vannak. Arról ne is beszéljünk, így van. Hát, hogy elviszi a klotyóra és valamit csinál vele, ezt sajnos azért nem szokták megcsinálni, mert ezek a fajta emberek, akik a fandomban írnak, nagyon nagy részük eleve önbizalom hiánnyal jött be a fandomba. Most nem akarok statisztikákat keresgélni, de van egy olyan tippem, hogy a pónisoknak a nagy részének azért vannak ilyen különböző problémái. És ugye ő megpróbálja tényleg a legjobbat odapakolni, és akkor érkeznek erre ilyen megnyilvánulások, hogy például DLDR, vagy mit tudom én, bármi, vagy hogy ez mekkora szar volt, meg stb. És akkor ezek az emberek meg szépen hazamennek, előveszik a zsilettpengét, vagy nem tudom én micsodát, és felvagdolják az ereiket, meg kiugranak az ablakon, meg stb. Hát a fenének hiányzik. Hogy jövő kell figyelni, amikor az ember bármilyen kritikát ír, hogy vagy megtalált benne a jót is, vagy pedig akkor ne írjál, ha nem tudsz róla jót írni. Nem? Legalábbis ez az én véleményem. Igen. Az meg a másik, amit mondtam az elején is, hogy én azt gondolom, hogy ha nem kapok én annak idején jó kritikákat emberektől, akkor én se itt tartanék. És azt, hogy én egyáltalán tökölök azzal, hogy bárki másnak próbálok segíteni megírni. Nem, hogy igen, nem is az, hogy kritikákat írkálok, hanem próbálok segíteni. Inkább ez a vezér motívum mögöttem erre. Mert ezt én is megkaptam, és szeretném, hogyha más se ezen úszna el, hogy nem kapja neked. Hát sőt, igazság szerint ezek nem is úgymond keményre szabott, meg kritikának se nagyon nevezhető, hanem inkább véleménynyilvánítás. Hát így van, igen. De azért azt be kell látni, hogy szóval sok ilyen fontos dolog van, amit érdemes keményen odapakolni, hogyha az ember leül kritikát írni. Mert azért vannak olyan cuccok, amik nem túlolvashatóak. És most arról beszélek, hogy ugye mondjuk nem veszi a fáradtságot az illető, hogy tegyen bele egy entert. És akkor, ha te megveszed a fáradtságot és elolvasod, és egy pillanatra nézel félre, mert kifut a kávéd, vagy bármi, és mire visszanézel, nem találod meg, hogy hol tartottál, például ilyenek. De ezek tényleg annyira alapvető dolgok tudnak lenni, hogy nagyon könnyen lehet rajta segíteni. Nyilván lehet adni valakinek az írással kapcsolatban olyan tanácsokat is, hogy mit tudom én, hogyan csináljál beleélhető karaktereket, és illetve ha ilyen stílusú műveket írsz,
akkor hogyan érdemes megválasztani a nézőpontot, amiből szeretnéd bemutatni a történetet, de a legtöbb embernek eddig a szintig nem jutnak el, mert az ember meglátja, hogy mi van odapakolva, meg hogy mennyi hiba van benne, meg hogy nem lehet elolvasni, meg hogy beleakad a szemed lépten nyomon abba, hogy van tördelve, meg stb. És akkor nem fogsz eljutni odáig. De ezek olyan dolgok, amiket aztán gyorsan ki lehet reszelni belőle, és ha kireszelted belőle, akkor utána el lehet dumálni az olyan cuccokról, amik aztán lehet, hogy lényegesebbek a történeti írás szempontjából. És még scriptorium-a kapcsolatosan lenne végül ez a kérdés, megfigyelés, hogy én teljesen úgy vagyok a scriptoriumban, a régieket még szégyen szemre nem olvastam, mert lusta voltam őszintén. Nagyon is érdekesek egyébként. De hogy tudod, ez a halomú író próbálgatja a szárnyait, mit tudom én, és ugye én például elolvastam őket, nem nagy titok. Nem is volt más választásod. Az már más kérdés, de hogy ugye én végülis úgy álltam hozzá, hogy ilyen halomú író, és hogy milyen hibák lesznek benne. Meg, tehát én úgy ültem le, hogy na most akkor én végig szenvedem ezt az akárhány rövid fiket, mert hogy ezek biztos olyan rosszak lesznek. És ezzel szemben hatalmas ötletek voltak benne, most ugye a Mary Sue-s scriptoriumról van szó, hogy szerintem voltak benne igen kreatív, igen ötletes dolgok, jó karakterek, nyilván voltak rossz karakterek is, hogy neked mi a véleményed, milyen volt a mezőny? De én annyira meglepődtem. Annyira kellemes meglepetés volt nekem a scriptoriumra, amik bejöttek. De komolyan, én is azt gondoltam, hogy rettenetes vérpistis felhozatal lesz. És ezzel szemben viszont komolyan nagyon, de olyanok voltak a legtöbb, hogy végig lehetett olvasni, volt eleje, volt vége. És ahhoz képest, hogy mekkora ökörség volt a kérés már eleve, hogy írjál egy Mary Sue-t, ehhez képest, de tényleg élmény volt nézni azt, hogy mindenki megfogta valamelyik végén, valaki elvitte ebbe az ökörség irányba, és akkor csak röhögni lehetett rajta, hogy mekkora retteltes marhasági ütnek az eszébe. És valaki meg viszonylag szolidra vette a figurát, és összerittyentett egy olyan történetet, hogy simán novellaként megállná a helyét egy gyakorlatilag bárhol, hogyha nem azt mondtuk volna, hogy írják két oldalt, hanem írják mondjuk 5-5 vagy 10-et, akkor olyan novellát pakoltak volna oda páran, hogy csak lesnék volna ki a fejünkből, hogy milyen jól sikerültek ezek a cuccok. És én sem erre számítottam, hanem nem tudom, rosszabbra számítottam én is. Ez tök jó volt szerintem. Nem volt benne olyan, ami nem volt, ne lett volna érdekes, meg ne lett volna olvasható. És hát reméljük, nagyon reméljük, hogy ez továbbra is így marad, és reméljük, hogy marad idejük és marad lelkesedésük, motivációjuk, ihletük az íróknak, és hogy hát nem fog kipusztulni, mert ez sem nagy titok, hogy én is írok, és most is. Most is? Most pont nem, de amúgy általában igen. Igen, tehát hogy én is szkriptúrom, és nagyon nem szeretném, hogy kihaljon ez a kis program, ez a kis projekt, mert iszonyatos nagy móka, főleg miután rájöttem, hogy írni tök jó dolog. Jó, igen, csak tudom, majd össze kell ülni, és ki kell találni ezt is jól, mert ugye ezek a feladatfelvetéseken sok múlik, hogy mi. És ugye én átdobtam egy pár ötletet. Azokat hogy, is használom. Hogy mikről lehetne írni, de azok nagyon vonalvezető ötletek, amikről még kéne dumálni, hogy ne ennyire nyers legyen, mert azért ez, hogy van karakteralkotásra is 4 vagy 5 valami, amik inkább ilyen gyakorlatok, így ebben a formában, ahogy megcsinálod, és a fenének van kedve, miután hazamegy a suliból, meg a melóból, meg a nem tudom én honnan, még gyakorlatokat csinálni. A Mary Sue-s az azért volt külön poén, mert az egy poén volt. Igen. Mert ír egy rossz karaktert. Így van, mert azzal lehetett tökörködni, mert az egy játék volt, és az fontos, hogy ne menjen át a játékból lapátolássá, vagy melóvá, mert én legalábbis azt gondolom, hogy azzal több embert meg lehet fogni, hogyha a kevésbé lapátolósak a cuccok. Nem tudom, valami jó pónics. Jól meg kell pónisítani őket. Telepakolni színekkel. Majd le kell ülni ezeket kitalálni. Így van, igen. Na, nekem a legnagyobb meglepetés nem is az írások minőségével kapcsolatban volt, mert nem tudtam, hogy mire számíthatok, hanem az, hogy
11 írás érkezett be. Igen, tehát a engem a mennyiség lepett meg nagyon. Hogy van ennyi ember, aki akar ilyeneket írni. De pont ez az, hogy a mennyiség és a minőség egyszerre. Hogy van ilyen sok ember, aki akar írni, és van ilyen sok ember, aki tud is. És hogy ezek hol bújtak eddig, melyik bokor alatt tanyáztak eddig, hogy nem írtak. Igen. Hát itt talán arra tudnék így visszareflektálni, amit mondtál, hogy ugye sok ember, akik ezek a önbizalom gondjaik vannak, és így most végre prezentáltatok nekik egy olyan lehetőséget, hogy nem kell megszakadni, de attól függetlenül még kifejthetitek a dolgotokat, még visszajelzést is tuti, hogy fogtok kapni, és akkor ugye nem azt kell megélni, mint neked annó, hogy na most akkor vajon mit mondanak az emberek, hanem tuti biztos, hogy fog valakiktől, méghozzá nem is akárkiktől egy kis vélemény, tippeket, trükköket kapni, szóval azért ez biztos, hogy nagy motiváció volt az ilyen sötétben megbúvó emberek részére. Ja, igen, meg biztos sok múlik a feladatom is egyébként, úgyhogy... Ja, ez a mérisszú, ki ne akarna marhaságot írni, vagy hát hibás figyelni írni, ez igen, lehet, hogy több ilyen feladat kéne, hogy miért nem szabad írni. Olyan válogatott baromságok jöttek. Na, és akkor még egy utolsó kérdés, ez még mindig a szkriptóriummal kapcsolatos, hogy ugye mondtad, hogy lehet majd egy ilyen irányba el kéne vinni a szkriptóriumot, hogy ne ilyen új gyakorlatok legyenek, ahol az ember csak rá van feszülve a billentyűzetre, hogy milyen magasságokba lehet gondolkodni, mert egy korai szkriptórium témájának én láttam azt, hogy világépítés, és én ezt így helyből lefordultam a székről. Az már eléggé bonyolultam. Igen. Miért? Hát mert a világépítés az csak a főcím volt, aminek volt egy viszonylag megkötött formátuma, hogy azt hogy kellene megugrani azt a világépítést. Nem? Vagy te végig is olvastad a feladatot, nem. Vagy csak a címet? Én... Na, hát akkor innen adott a félreértés. Tehát a világépítés feladatnak az volt a lényege annó, hogy írj, vagy találj ki egy Equestriában játszódó ünnepséget, és írd le ennek az ünnepségnek a menetét. Mm-hmm. Ez volt a konkrét feladat a világépítés mögött. Azért ez így már nem olyan bonyolult. Azért így már nem, mert én azt hittem, hogy ez ezen a világon alapuló teljesen új univerzumot, vagy ezzel kapcsolatos univerzum, tehát most mondok egy valamit, hogy egy olyan szintű valamit kellett volna kitalálni, mint az utolsó könnyek a Tartarusban, hogy ugye föl lett törve a Tartarus, és akkor Equestriát előződötték a különböző démonok és mindenféle sátáni dolgok, és akkor így próbálnak túlélni. Tehát én ezzel egy ilyen röptű dologba gondolkodtam, és mondom, ilyet, kezdőíró, hogyan? Nem is ez a lényege általában, igen, hanem csak az, ami, valami olyasmiről írjál, amit te teszel hozzá a világhoz, és te pakolod hozzá, mert ezekben aztán lépten nyomon bele fogsz futni, ha saját írásokat akarsz kiadni, hogy jól meg lehet maradni a kánonnak a keretein belül, de mindig el fognak vándorolni a szereplői olyan helyszínekre, amikkel nem törődött különösebben a sorozat. És akkor ugye megszületik a Griff királyság, ami nekem jó, de most nem a sorozat verziója, igen, hanem a headcanon verziója a Griff királyságnak, amit ha tudjuk ki, olyan marha jól megírt, hogy aztán az nálam is feltűnt később ilyen álcázott nyúlásként. És szóval, de tényleg, de így születnek meg azok a helyszínek, amik nincsenek benne a sorozatban, de marha jók. És ezeket magadnak kell kitalálni, és így ilyen feladat lehet a szkriptóriumban is bármikor, hogy találj ki egy új helyszínt, találj ki egy új, az új ünnepet, az is egy jó pofa volt, találj ki egy új népcsoportot, például ezek a egyenlőséghívők, vagy mi a pöcsmegők a sorozatban. Ez egy tök jó világépítős fejezet? Epizód is lehetett volna. Egyébként az is volt, nem? Viszonylag. Igen. Szóval ilyen feladatok szerintem mehetnek. Ez nem olyan bonyolult. Majd jól ki kell találni, hogy legyen benne valami kis hülyeség, valami csavar, és akkor majd a népek rávetik magukat. Na. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy végighallgattak minket, hogy eltűrték a baromságainkat, Unzo Weiter. Meg lehet tehát egy szómenéseket. Igen. Itt volt velünk Knight.
Igen, köszi szépen, hogy itt lehettem egyáltalán, meg a meghívást, meg pláne azt, hogy olvassátok a hülyeségeimet. Ugyan már, mi köszönjük, hogy egyáltalán megtiszteltél minket ezzel a kis interjúval. Itt volt velünk még Retrotom. Mint mindig próbálok. Én pedig Flanky voltam, a további viszont fikázásra. A viszontlátásra.